Jó hazárgyátékos vagyok, felelte csendesen Temucin. A hermelineknek maradt még egy tartalék kötelük. Megparancsoltam nekik, hogy helyezzék fel, és amint elkészültek, eresszenek le egy katonát, aki majd itt fog őrködni, amíg mi visszatérünk. Most pedig induljunk. 10. Megkérdezhetem, hogy hová megyünk. Fordult Jason a hadúrhoz, miközben egy füves domboldalon ereszkedtek le. A katonák széthúzódtak körülöttük, csupán Temucin és Jason maradt a kör közepén. Nem felelte Temucin. A szakadó eső erősen lecsökkentette a látótávolságot. Amint lejjebb értek, csörgedező patakokat pillantottak meg. A moropok vidáman gázoltak át rajtuk. Még sohasem láttak ennyi vizet. És a hőmérséklet is észrevehetően emelkedett. A katonák először kigombolták a zubbonyukat, majd sorra levetkőztek. Jason is örült, hogy leveheti magáról a nehéz prémeket. Arcáról letörölgette a vastag zsírréteget, és azon tűnődött, milyen jó lenne megfürödni az patakban. A dombnak hirtelen vége szakadt. Sziklás peremét sebes sodrású folyó határolta. Temuchin megparancsolta az embereinek, hogy a lezuhant moropot dobják bele a vízbe. A katonák a folyóhoz vonszolták az állattetemét, majd legörgették a sziklákról. A morop hatalmas csattanással zuhant a vízbe. A sebes folyam azonnal elsodorta, és néhány másodperc múlva eltűnt a szemük elől. Temuthin a folyó mentén délnyugat felé vezette csapatát. A Hermelintörzs nyilvánvalóan figyelmeztette erre a természetes akadályra késő délután az eső elállt, és a táj teljesen megváltozott. Eleinte csak néhány magányos fát és bokrot láttak, később sűrű erdőhöz értek. Temuchin megállította a csapatot, és pihenőt rendelt el. Alkonyatkor indulunk tovább jelentette ki a fejedelem. Jasont nem kellett bíztatni, azonnal hanyat vetette magát a sűrű pázsiton. Moropja a közelben legelészett. Az állat rendkívül jól érezte magát a vizekben gazdag vidéken, lefeküdt a földre, és fejét a harmatos fűhöz dörzsölte. Jason behunta a szemét, és hamarosan elszenderedett. Arra ébredt, hogy valaki megrázta a lábát. Az ég már sötét volt. Indulunk, mondta a hang. Jason azonnal nyerekbe szállt, bár még alig tudott észhez térni nagyot húzott a vizes tömlőből, majd a hűs forrás vizet a fejére és a nyakára csorgatta. Egyes sorban haladtak tovább. Temuchin ment az élen, Jason pedig az utolsó előtti volt a sorban. A hang közvetlenül mögötte ment, és Jasonnek semmi kétsége sem volt a felől, hogy a kapitányt a testőr szerepével bízták meg. Egy vándorénekes az alvégen semmi bonyodalmat sem okozhatott. De ha mégis megpróbálná, a hűséges kapitány azonnal végezne vele. Veszélyre utaló jelet nem találtak, amikor behatoltak az erdőbe. Az állatok egyenletes tempóban haladtak. A fák ágai szétnyíltak előttük, és hamarosan egy tisztásra értek. A távolban halvány fényt lehetett látni, és jobban megfigyelve, mintha egy ház körvonalait figyelhették meg. A katonák csendben megközelítették a házat. Már csupán néhány méterre jártak, amikor kinyílt az ajtó, és egy férfi jelent meg. Őt élve fogjátok el, a többieket öljétek meg. Kiáltotta Temucin. A katonák előre nyomultak. A férfi bekiáltott, és megpróbálta bezárni az ajtót, de három harcos odaugrott, és kiszakította a tokjából. A többiek nyilakkal lőtték a bejáratot, majd behatoltak az épületbe. Jason azonnal utánuk sietett, de mire odaért, a harc már befejeződött. Tágas szobába lépett, amit gyertyák fényetett világossá. Mindenütt felborított bútorok és halottak vagy haldokló sebesültek hevertek. Egy őszhajú férfi, akinek nyilvessző állt ki a melléből, megpróbált felállni. Az egyik harcos odalépett hozzá, és elvágta a torkát. Azután mindannyian kiszaladtak, mert a többi nomád elkezdte összedönteni a ház falait. Az egyik ember még mindig élt, éppen az, amelyik kinyitotta az ajtót. Elég lett volna egy nyilvessző, hogy végezzenek vele, de a nomádok élve akarták. A férfi a földön ült, és hátát a falnak támasztotta. Majd én kihozom. Kiáltotta Jason. A férfi kardot tartott a kezében, és elég veszélyesnek tűnt a közelébe merészkedni. Jason hirtelen egy kötelet dobott a lábára, és kihúzta az összeomló épületből. Akkor a mélyföldi összeszedte az erejét, és jasonra támadt. A hang, aki figyelemmel kísérte az eseményeket, harci bárgyának fokával fejbe vágta az idegent. A mélyföldi azonnal összerogyott. Jason felemelte a földről a férfi egyik fegyverét, egy kétméteres, csukló vastagságú husángot. Mi az? kérdezte Temucin, amint véget ért a küzdelem. Husáng. Egyszerű, de hatékony fegyver, felelte Jason. És te tudod, hogyan kell használni. Azt mondtad, még sohasem jártál a mélyföldön. Arca kifejezéstelen volt, Jason mégis érezte, hogy hibát követett el a mélyföldön sohasem jártam, azt sem tudtam, hogy létezik, de ezt a fegyvert az én törzsem is használja, és már gyerekkoromban megtanultam bánni vele. Eszébe jutott a gyermekkora, amikor valóban megtanult bánni a húsángal, de az nem a piruszi törzsben történt, és nem ezen a bolygón, hanem a galaxis másik végén, több ezer fényévnyire innen. Temuthin megelégedett a válaszszal, és katonái felé fordult. Jason magához vette a husángot, nézegette, vizsgálgatta a súlyelosztását. A nomádok módszeresen végigfosztogatták az épület maradványait, amely valószínűleg tanya lehetett. Sorra leöldösték a melléképületekben visítozó állatokat is. Ha Temuthin azt mondta nekik, hogy öljenek, ők mindent elpusztítottak. Jason érzéketlenül figyelte az értelmetlen pusztítást, míg az egyik harcos ki nem hozott a romok alól egy csecsemőt, akinek az anyja már holtan feküdt oda benn. A katona kardja hegyére tűzte a csecsemőt, és diadalmasan mutogatta társainak hőstettét. Temuthin megparancsolta a katonáknak, hogy hozzák elé a sebesültet. A férfit leöntötték néhány vödörvízzel, hogy magához térjen, de még így is alig tudott lábra állni. Temucin a tűz fölött izzásig hevítette késének hegyét, majd a sebesült karjához nyomta. A szerencsétlen felnyögött, és elhúzódott volna, de a katonák erősen tartották. Beszéled a köztes nyelvet? Kérdezte Temucin. Amint a férfi értelmetlen szavakat mormolt, a hadúr megint hozzányomta az izzópengét. pengét. A farmer felsikoltott fájdalmában, és vergődni kezdett, de szavait továbbra sem lehetett érteni. Nem akar beszélni az átkozott sziszektetemúcin. Hat próbálkozzam! lépett elő az egyik tiszt. Szavai hasonlítanak a tengerparti népek nyelvére. A kommunikáció lassan kialakult. Minden mondatot többször meg kellett ismételni, de végül eredményre vezetett. A farmernek értésére adták, hogy megölik, ha nem lesz a segítségükre. Abban nem egyeztek meg, mi fog történni, ha segít. De a mélyföldi nem állt abban a helyzetben, hogy alkudozhasson. Hamar elfogadta az ajánlatot. Mondd meg neki, hogy vezessen minket oda, ahol a katonák táboroznak. Parancsolta Temucin. A fogoly beleegyezően bólintott. A primitív körülmények között élő farmerek általában félnek a katonáktól. Mindent elmondott nekik, amit akartak. A tolmácsnak csak le kellett fordítania. Azt mondja, hogy a katonák nagyon sokan vannak: tizen, sőt talán huszonötén. Erősen fel vannak fegyverkezve, és a hely bevehetetlen. Még magyaráz valamit, de azt nem értem. Huszonöt ember tűnődött, Temucin. Nagyon megijedtem. A nomádok vidáman hátba veregették egymást. Jason nem volt ennyire optimista a győzelmüket illetően, de végül is a nomádok maguknak keresték a bajt. Hirtelen mindenki elhallgatott, amint egy sántikáló barbár társai a vezér elé támogattak. Jason emlékezett rá, hogy a férfi a mélyföldi fogoly törte el husángjával az összecsapás során. Mi történt? Kérdezte a fejedelem. A lábam nyögte a harcos. Mutasd! parancsolta a hadúr. A katonatársai gyorsan szabaddá tették társuk sérült lábát. A férfi térde csúnyán szétroncsolódott. Az ízület teljesen kifordult a helyéről, és a törött csont átszúrva a bőrt fehéren merett elő. Jason azonnal látta, hogy a férfi csak akkor fog újra járni, ha azonnal megoperálják, és platina darabot ültetnek a sérült ízületbe. De erre itt nem sok esélye volt. Nem tudsz járni, nem tudsz lovagolni, nem lehetsz harcos. Jelentette ki Temucin. Tudom, felelte a férfi. Nem félek a haláltól, csak azt szeretném, hogy harcban essek el. Ha nincs a kezemben kart, hogyan harcoljak a démonok ellen a túlvilágon? Mindig jó harcos és jó barát voltál, megérdemled a dicső halált. Hogy erezd a tiszteletet, én magam küzdők meg veled. A párharcot nem övezte semmiféle rituálé. A harcos sérült lába ellenére is rendkívül ügyesen küzdött. De Temuchin sem most kezdte ezt a játékot, ezért a harcos első hibás mozdulatát kihasználva a bordái közé döfte a kardját. A katona azonnal meghalt. Úgy láttam, van még egy sepsült katona a csapatban, mondta Temuchin a véres kardot nézegetve. Egy törött karú harcos lépett elé. A karom hamarosan meggyógyul. Tudok harcolni és lovagolni, de nyilazni nem. Temuthin gondolkodott néhány másodpercig. Minden emberre szükségünk van. Velünk tartasz, és együtt megyünk vissza a táborba. Amint a halottat eltemettük, tovább indulunk. Azután Jasonhöz fordult. Lovagoly előttem, és ne semmi felesleges zajt. Valószínűleg nem sejtette, hogy Jason milyen katonai kiképzésben részesült. De jobb is volt így, a katonai bázis az úti célunk. A Hermelintörs tagjai évekkel ezelőtt végigdulták ezt a vidéket. Ők főleg a farmokat rohanták le, és az erődítmény széles ívben elkerülték. Egyszer mégis összetűzésbe kerültek a katonákkal, amikor azok üldözőbe vették őket, és megölték az egyik harcost valami ismeretlen fegyverrel. Az itteniek puskapornak nevezik ezt a varázslatot, amely nem ég, hanem robban meg kell szereznünk ennek a titkát. Adj egy maréknyit a kezembe, és én megfejtem a titkot. Mondta Jason. Tovább folytatták útjukat a sötét erdei ösvényen. Vezetőjük végül beismerte, hogy eltévedt. Temuthin alaposan kezelésbe vette a fickót, de egy idő után ő is belátta, hogy igazat beszél. Parancsot adott az embereinek, hogy letáborozzanak hamarosan esni kezdett az eső, és a katonák a fák sűrű lombja alatt kerestek menedéket. Jason is leült az egyik fa tövébe, és keserűen gondolt vissza a farmon lezajlott mészárlásra. Kerül közelebb egy fához, és nem látott tőle az erdőt. Már jó ideje élt a nomádok között, és lassan ő is azzá vált. Melegszívű, barátságos embereknek találta őket. Mégsem tudta megejteni, hogyan képesek ilyen hidegvérrel gyilkolni. Ő maga is ölt már embert, de csak pár csatában vagy önvédelemből. El sem tudta képzelni, hogy báncson egy asszonyt vagy egy ártatlan csecsemőt. Amint ott ült a fa tövében, lassan elfelejtette ezeket az embereket, a borzalmakat, a lemészárolt expedíciót. Senkinek sem kívánta, hogy ezt az utat végigjárja, amit ő megpróbált aludni, de a borzalmas mészárlás emlékei nem hagylak nyugodni. Temuthin a törzsi értékrend szerint nagy ember lehetett, de valójában kegyetlen gyilkos volt. Kora hajnalban folytatták útjukat a párás erdei ösvényen. A fogoly reszketett a félelemtől, fogai hangosan vacoktak hamarosan megnyugodott, amint egy tisztásra értek, és ott rátalált a helyes útra. A közelből egy ág recsenése hallatszott, amelyet apróbb zajok követtek. A menetoszlop azonnal megállt. A fogoly érezte, amint egy hideg kart ér a nyakához. A zajok egyre hangosabbá váltak. Hirtelen két alak jelent meg a hajnali ködben de mielőtt fegyverük után kaphattak volna, fél tucat nyilvessző oltotta ki az életüket. Mi az a vasdarab a kezükben? Kérdezte a fejedelem jasont. Jason leszállt a moropról, és csizmája hegyével hanyat fordította az egyik holtestet. A katona finomra cserzett bőröltözetet viselt, mellén acélvértezetet, fején pedig acélsisakot. Keze még mindig görcsösen szorongatta rövid kardjának markolatát. Másik kezében egy primitív muskétát tartott. Ez egy puska, mondta Jason, felemelve a fegyvert. Ezt a hosszú csövet megtöltik puskaporral, majd beledugnak egy fémgolyót. Azután felemelik ezt a csappantyút, amely a ravasz meghúzásakor visszacsapódik. A csappantyú nagy erővel üti meg a kovakőbetétet, ami szikrát pattint. A szikra meggyújtja a puskaport, amely felrobban, de csak az egyik irányba tud tágulni, így a csőből hatalmas erővel kilövi a fémgolyót. Jason felpillantott, és látta, hogy valamennyi katona rászegezi a nyilát. Letette a földre a fegyvert, majd felemelte a halott lőporos zacskóját. Ez a puskaport tartotta a bőrzacskót Temucin elé. A hadúr megszagolgatta, nézegette, majd komoran megjegyezte. Elég kevés van belőle. Egy ilyen puskához nem kell sok. De ahonnan ezek a katonák jöttek, ott rengeteg lehet. Én is erre gondoltam, mondta Temucin. Intett az embereinek, akik azonnal eltávolították a katonák testéből a nyílveszőket, majd a bokrok közé rejtették a holtesteket. A hadúr mindkét puskát magához vette. Azután folytatták útjukat tíz perces vágta után hatalmas kiterjedésű füves területre érkeztek. A közelben egy folyó kanyargott, és közvetlenül a parton kőépület emelkedett. Közepéből karcsú torony nyúlt a magasba. A torony tetejéről két katona kémlelte a messzeséget. A fogoly azt mondja, hogy ez a katonák épülete jelentette a tiszt. Kérdezd meg tőle, hány bejárata van az épületnek. Parancsolta Temucin. Azt mondja, fogalma sincs róla. Öljétek meg! Egy kard azonnal keresztül szúrta a foglyot, azután a holtestet elrejtették a bokrok közt. Úgy tűnik, hogy csupán azon a szűk kapun át lehet bejutni az épületbe, amit a fölötte lévő keskeny lőrések fedeznek tűnődött Temucin. Ez nekem nem tetszik. Elküldök két embert, hogy nézzék meg az épület túlsó oldalát. Mi lehet az a vastag cső a fal tetején? Nem tudom, de sejtem felelte Jason. Valószínűleg olyan, mint a puska, csak sokkal nagyobb. Igen, én is azt hiszem bólintott Temucin. Parancsot adott két emberének, akik azonnal elvágtattak a másik erdei ösvényen. Azután előre küldött néhány felderítőt, hogy vizsgálják meg közelebbről az épületet. A felderítők leszálltak hátasaikról, majd az erdő szélénél lehasaltak a földre, és a magas fűben kúszva közelítették meg az épületet. A többiek csendben bárakoztak. A felderítők hamarosan visszatértek, és jelentették észrevételeiket. Amint sejtettem, mondta Temucin, ez egy olyan épület, amit a védekezésre terveztek. A túlsó oldalon van még egy ajtó, amely közvetlenül a folyópartra nyílik. Sötétben könnyedén elfoglalhatjuk, de nem szívesen várnék alkonyatig. Tudod használni ezt a puskát? Jason vonakodva bólintott. El tudta képzelni, mit forgat Temüthin a fejében. Főleg amikor két harcos megérkezett az egyik lenyilazott katona holtestével. Temuchin minden katonája kitűnő harcos volt, de a puskához egyikük sem értett. Ezért Jason önként jelentkezett a feladatra, mielőtt kényszerítették volna rá. A fejedelem azt akarta, hogy valaki kinyissa nekik a kaput, és erre Jason látszott a legalkalmasabbnak. Levetkőztették a halottat, és igyekeztek eltüntetni a vérfoltokat a ruhájáról. A sáros erdei föld megfelelő festékanyagnak látszott. Azzal kenték be a vérfoltokat, sőt még a vértezeten ejtett lyukakat is egészen jól befette. Miközben magára öltötte a ruhát és a felszerelést, a nyelvjárást beszélő tiszt többször elismételte, mit kell majd mondania. A lényege körülbelül az volt, hogy nyissátok ki a kaput. Gyorsan! Ha az őrök mégis beszédbe kezdenének vele a kapu kinyitása előtt, akkor azonnal lelövik. Megjegyezted, mit kell tend? Kérdezte Temucin. Elég egyszerűnek látszik. Oda megyek a folyó felüli kapuhoz, miközben ti az erdőszélénél várakoztok. Bekiáltok, hogy nyissák ki a kaput, azután bemegyek, és mindent elkövetek, hogy a kapu nyitva maradjon, míg odaértek. Nem kell sokáig várnod ránk. Tudom, de teljesen egyedül leszek. Az egyik katona átnyújtotta neki a sisakját, Jason pedig gondosan megtöltötte a puskát. Tudta, hogy az előtöltős fegyverrel nem tévesztheti el a célját, mert nincs második lehetősége. A cső végébe még egy puha bőrdarabot is beledugott, nehogy átázzon a puskapor. Ezzel a fegyverrel csak egyszer lőhetek, utána nem lesz több időm újra tölteni. Ez a rövid pengéjű kart pedig semmit sem ér. Kénytelen vagyok visszakérni tőled a pirusi Na persze csak egy rövid időre. Temuthin bólintott, és szó nélkül átnyújtotta a tört. Jason az övébe dugta, majd fejére tette a sisakot, ami belül kellemetlenül nyírkos volt, de legalább méretben megfelelt. Arcát besározta, hogy a katonák semmit se lássanak belőle. Menj! Mondta Temuthin, amint mindennel elkészültek. Jason elmosolyodott, majd elindult az erdei ösvényen alig tett meg 50 métert, már szakadt róla a veríték. A bőrből készült ruha egy csepp levegőt sem engedett a testéhez. Útközben egyfolytában káromkodott, különösen amikor elkezdett esni az eső. Igyekezett a sűrű lombozatú fák alatt haladni, és hamarosan elérte a folyópartját. Szerette volna ellenőrizni, hogy elég száraz-e a puskapor, de belátta, hogy ilyen időjárás közepette ennek semmi értelme. Lehajtotta a fejét, és elindult a parton az épület felé. A toronyban lévő emberek biztosan észrevették, de ennek egyelőre nem adták semmi jelét. Jason egyre közelebb ért. Sisakja alól felpillantott. Az egyik katona áthajolt a torony párkányán, és ismeretlen szavakat kiáltott. Jason csak integetett a kezével, miközben megszaporázta lépteit. Amikor a férfi tovább kérdezősködött, Jason kiabálni kezdett. Nyissátok ki! Gyorsan! Mint várta, az izgatott kiáltás teljesen eltorzította a hangját, és a kiejtése sem keltett gyanút. Azután elérte a falat, ahol a toronyban lévő katonák már nem láthatták. De a kapu nem nyílt ki előtte. A katonák pedig tovább kiáltoztak. Odabentről hangok hallatszottak, és egy puska csöve jelent meg az ajtó melletti lőrésben. Nyissátok ki! Gyorsan! Sürgette őket Jason, miközben öklével ütötte a kaput. Majd vállával és puskája tusával verte a masszív faalkotmányt, ami arra volt jó, hogy arcát még a lőrésen kikémlelők sem láthatták. Odabentről lábdobogás és élénk beszélgetés hallatszott, de a kapu továbbra is zárva maradt. Jason nem tudta, mit tegyen, ha elszalad, azonnal leleplezi magát, és a magasból lelövik. De itt sem maradhat sokáig. Amint felemelte puskáját, hogy még egyszer bedörömböljön, odabentről láncsörgés hallatszott. A nehéz faajtó lassan nyílni kezdett, és Jason azonnal besurrant, amint a nyílás elég nagy lett. Nyílt négyszögletes térre érkezett. Szeme sarkából megpillantott egy embert, aki a várkaput csörlőzte, de szinte körül sem tudott nézni, mert meg akarták ölni. Tőle jobbra egy katona kivont karddal állt, a bejárattal szemben pedig többen célra tartott puskával várakoztak. Jason egy pillanat alatt közéjük vetette magát. Puskájával melbelőtte az egyiket, a többieket pedig a kiürült fegyverrel kezdte csépelni. Közben előhúzta övéből a tört, és hasba szúrta az egyik támadóját, aki a lendülettől rázuhant. Pajsként használva a katonát, tovább vagdalkozott a késsel. Hirtelen éles fájdalom hasított a kombiába, majd az oldalába és a karjába. Érezte, hogy elveszíti az egyensúlyát, és nem képes talpon maradni. Előtte megjelent a tiszt, és lecsapott rá a kardjával. Jason kivédte a csapást a tőrével, majd a kést villámgyors mozdulattal a férfi bordái közé döfte. A sebből vastag sugárban tört elő a vér. A katona felsikoltott, majd összeesett. Abban a pillanatban jelentek meg Temucin emberei a kapuban. Olyan sebesen vágtattak, hogy legtöbbjük meg sem tudott állni a bejáratnál. Temucin jött be elsőként, és harsány csatakiáltást hallatva, kardjával leszúrt egy mélyföldit. Azután benyomultak a többiek is. Amint a közvetlen veszély elmúlt, Jason félrehúzódott, és leült a földre, hátát a falnak támasztva. Levette sisakját, és csodálkozva látta, hogy erősen behorpadt. Megtapogatta fejét, de nem tapasztalt semmiféle sérülést, a sisak felfogta az ütést a csípőjét ért sebből viszont szivárgott a vér, bár a seb nem tűnt túl mélynek. A kombián lévő seb viszont fájdalmas volt, és erősen vérzett. De úgy ítélte meg, ha a vérzést elállítja, nem fogja zavarni a járásban és a lovaglásban. Nem szerette volna úgy végezni, mint a farmon megsebesült katona. Amikor Jason meglátta a fejedelem alakját a bejáratnál, már nem volt kétséges előtte a harc kimenetele. A védők még sohasem kerültek szembe ilyen rutinos ellenséggel. Nyilaik sokkal hamarabb célba találtak, mint ahogy a mélyföldiek felemelhették volna a puskájukat. Közelharcban pedig végképp esélytelenebbek voltak, mint a támadók. A halási kolyok lassan elhaltak, a harca végéhez közeledett. A túlélők behúzódtak egy épületbe, és elbarikádozták magukat. Jason látta, amint a toronyban lévő katona elsüti a puskáját, és az egyik nomád összeesik. Egy pillanattal később nyilvessző fúródott a mélyföldi szemüregébe, és a halott katona kizuhant a toronyból. A csatazaj hamarosan elcsendesedett. Az erődöt elfoglalták. A nomádok átvizsgálták a halottakat, és elvégezték rajtuk a csonkolás rituális műveletét. Az egyik ajtón Temucin lépett ki, kardja csupa vér volt. Magához intette az egyik harcost. Három hüvelykúja dalnokot illeti, a többi az enyém. A katona meghajolt, majd tovább végezte a dolgát. Temucin jasonhoz fordult. Az épületek tele vannak mindenféle holmival. Keresd meg a puskaport, Jason felkelt, akkor vette észre, hogy még mindig kezében szorongatja a tört. Letörölte róla a vért, majd átnyújtotta Temucinnak, aki szó nélkül eltette. Azután a hadúr bement az épületbe, Jason pedig követte, ügyelve arra, hogy sebesülése minél jelentéktelenebbnek tűnjön. Egy alacsony szoba előtt a hang és egyik tisztársa őrködött. A nomádok végig dulták az erődöt, de ebbe a helyiségbe a hang senkit sem engedett be. Valószínűleg ez lehetett a fegyverraktár, mert az egyik sarokban rengeteg puska hevert, odébb ágyugolyókat halmoztak fel, kardok és harci bárdok hevertek szanaszét. Az egyik helyen sorba rakott hordók álltak. Nézzük meg közelebbről őket. Mutatott Jason a hordókra. Áj! I... Kiáltotta hirtelen. Az acsék a földön kiöntött puskapor, amit valami trükkös szerkezet meggyújt, ha közelebb megyünk, és akkor mindannyian felrobbanunk. Hadd tisztítsam meg a terepet! Letérdelt a földre, és egy rony darabbal megszakította a földön kigyúzó puskaporcsíkot. Ezek a hordók tele vannak puskaporral, mondta Temucinnak. Az embereid ügyeljenek rá, nehogy nedvesség érje őket, vagy kiszóródjon az anyag a hordókból. Hirtelen robbanás zajarázta meg az épületet. Jason az ablakhoz ugrott, és látta, hogy az őrtorony oldalából hiányzik egy darab. Mintha egy óriás harapott volna bele. A dörren is megismétlődött, a falak beleremektek. Az egyik harcos lélek szakadva rontott a fegyverszobába, és izgatottan hadarni kezdett. Mi történt? kérdezte Jason. Temut hindűhösen ökölbe szorította a kezét. Rengeteg katona közeledik. Ágyút is hoztak magukkal, az adta az előbb ezt a pokoli zajt. Olyan sokan vannak, hogy az embereim megszámolni sem tudják őket. 11. Senki sem esett pánikba. A háború az mindig háborút jelentett, a különleges körülmények ellenére is. Bár itt folyton esett az eső, és felszerelésük teljesen elázott, de azok az emberek, akik megmertek támadni egy űrhajót, nem ijedtek meg egy ágyútól. A hang részletes utasítást adott a katonáknak, hogyan szállítsák a puskaporos hordókat. Ez alatt Temuchin felment az őrtoronyba, hogy saját szemével győződjön meg arról, mekkora erők közelednek. Egy ágyúgolyó éppen eltalálta a falat. Az egész erőt beleremegett, szilánkok repültek mindenfelé. Temuthin rezzenéstelenül állt a toronyban. Azután áthajolt a falon, és parancsokat osztogatott az embereinek. Jason figyelemmel kísérte, amint az emberek kihordják a puskaporos hordókat az erődből. Észrevette, hogy már csak a hadúr és ő tartózkodnak a falak között. Mindenki a hátsó kiáraton ment ki, mutatott Temuthin a folyó felőli kapura. A támadók nem láthatták őket az erőttől. Az a fontos, hogy minél előbb elérjék az erdőt. Addig néhányan feltartóztatjuk a támadókat, és majd később csatlakozunk hozzájuk. Hányan vannak a támadók?-kérdezte Jason, amint a puskaporszállítók kimentek a kapun. Kétszázan, vagy még annál is többen. Menj a többiekkel, hamarosan támadni fognak. Szavait megerősítvén egy ágyú csapódott a falba, és az egész erőt beleremegett. Már hallatszott a rohamozó katonák csatakiáltása. Jason nem tétovázott, felült moropjára. Közben eszébe jutottak Temucin szavai. Kétszázan támadnak rájuk, ők pedig legfeljebb húszan lehetnek. Tíz katona nyergére nehéz puskaporos hordót erősítettek. Tehát mindössze tíz harcosra lehetett számítani. Tíz harcos kétszáz ellen. Temuchin bámulatosan méri fel az esélyeket. A puskaport szállító csapat az erdő felé vágtatott, a többiek pedig előreszeget lándzsával kilovagoltak az erőd mögül, és lecsaptak a támadókra. Sikoltások és halálhörgések hallatszottak az erőd túloldaláról. Jason még annyit látott, hogy a támadók futva menekülnek a nomádok láncsái elől. Azután elérte az erdőt, és a fák eltakarták előle a látványt. Az erdő sűrűjében bevártak a többieket. Hamarosan patacsattogás hallatszott, és hét morop nyargalt be az erdei ösvényre. Egyikük hátán két harcos ült. Menjetek tovább! Kiáltotta Temucin. Kövessétek azt a nyomot, amerről jöttünk. Mi itt maradunk, és feltartóztatjuk az üldözőket, majd utolérünk benneteket. Jason és a puskaporszállító osztag tovább haladt, a többiek leszálltak a nyerekből, és a síkságot kezdték figyelni. Jason elég rosszul érezte magát. Nem merte elhozni a medikitet, bár most úgy gondolta, jobban tette volna, ha mégis magával viszi. Attól félt, hogy az üldözök utolérik őket, vagy legalábbis kemény vágtával tudják csak lerázni őket, és ezt az ő sebei nem teszik lehetővé. Félt, hogy leszakad a csapattól, és elfogják. Vagy társai végeznek vele, nehogy beszéljen az ellenségnek. Kombiából vastag csíkban csörgött a vér moropja hátára. Amint a folyóhoz értek, Temuchin megállította a csapatot. Leszállás, Adta ki a parancsot. Mindenki vegye magához a legszükségesebb holmiját. A moropokat itt hagyjuk. Jason kicsit elkábult a vérveszteségtől, azt sem nagyon érzékelte, mi történik körülötte. Kivette a nyerektáskából, amit fontosnak tartott, majd körülpillantott, de egyetlen moropot sem látott a parton. Mindent magadhoz vettél kérdezte Temuchin, kivezetve Jason moropját közvetlenül a folyópartra. Amint Jason bólintott, a fejedelem villámgyors mozdulattal belevágta tőrét az állattorkába. Vastag sugárban ömlött a morop vére, lábai meginoktak, és belezuhant a vízbe. A folyó azonnal elsodorta a tetemet. Nincs időnk arra, hogy a moropokat is felvigyük a sziklapárkányra, mondta Temucin. De itt sem hagyhatjuk őket, mert még nyomra vezetnék az ellenséget. Gyalog megyünk tovább. Tudsz járni? Persze felelte Jason. Sohasem voltam még ilyen jól. Úgy érzem, csupán néhány ébren töltött éjszakára, és száz kilométer gyaloglásra vágyik a szervezetem. A séta nem bizonyult kellemesnek. Egy perce sem álltak meg, és a puskaporos hordókat felváltva vitték. Csak Jasont és a három sebesültet mentették fel ez alól. A legnehezebben a csúszós, eső áztatta domboldalon jutottak fel. Jason sebéből a szorítókötés ellenére megint szivárogni kezdett a vér. Csizmája már megtelt vele, és nedvesen cuppogott minden lépésnél. Jason hirtelen megszédült, és elesett. Gurulni kezdett a füves lejtőn, majd egy szikla megállította a többiek szó nélkül elmentek mellette. Megpróbált talpra állni, letörölte homlokáról az esővizet. Tudta, hogy mindenáron követnie kell a csapatot, különben a moropok sorsára jut. Temuthin már felért a dombötetőre, és kezét kardja markolatán tartva visszanézett a völgybe. Jason megszaporázta lépteit. Nagy nehezen felért ő is a dombötetőre, és leroskadt a többiek mellé hátát a sima sziklafalnak támasztotta. Temuchin már felment, közölte vele a hang. Te leszel a következő. Az első tíz ember egy-egy hordó puskaport is visz magával. Bölcs gondolat felelte Jason. Amíg a háló visszaérkezett, megerősítette sebein a kötést. Hamarosan bemászhatott a hálóba, ahol már gondosan elhelyeztek egy hordót. Jason neki támasztotta a fejét. Amikor felébredt, már a sziklapárkány tetején volt. Pihent morok várt rá, és a fejedelem útnak indította a tábor felé. A többiek még a hordók és társaik felhúzásával foglalatoskodtak. Az állat egyenletes tempóban haladt, az utazás elviselhetőnek bizonyult. De mire a sátrához ért, már annyi ereje sem maradt, hogy leszálljon a nyerekből. Mét a nyökte segítenél egy háborús veteránnak. Szerencsére a lány időben megfogta, mielőtt leesett volna, majd bevonszolta a sátorba. End kell valamit, mondta Méta. És már túl sokat itt áll. Marhaság felelte Jason, szájához emelve az acélpoharat. A vérveszteséget folyadékkal kell pótolni. Ezt tanácsolta a Medikit. És egyébként sem vagyok éhes. A Medikit szerint vérátömlesztésre lenne szükséged. Ezt itt elég nehéz megoldani. Gyorsan pótolom a folyadékveszteséget, és majd később eszem valamit. Nyissátok ki! Hallatszott egy hang odakintről. Temuthin nevében akarok beszélni veled. Méta gyorsan a takaró alá rejtette a medikitet, majd kinyitotta a sátor bejáratát. Grifa tűz mellett üldögélt. Kezébe vett egy láncsát, és a hegyét vizsgálgatta. Egy katona dugta be a fejét az ajtón. Azonnal Temucinhoz kell jönnöd. Mondd meg neki, hogy rögtön indulok. A katona kisé meglepődött Jason válaszán, és protestálni kezdett, de Méta megcsavarta az orrát, és kitolta a sátorból. Nem mehetsz most oda, mondta a lány. Nincs más választásom. Bekötözzük a sebeket, a testembe juttatott antibiotikumokról pedig semmit sem tudnak. Nem erre gondoltam. Tudom, mire gondoltál, de itt azt kell tennünk, amit parancsolnak. Ellenőrizte a medikit adatait. A fájdalomcsillapítókat már beadta. Rövidesen hatniuk kell. Már egész jól tudok járni. Mét a gyengéden megfogta a karját. Még nem tudsz, suttogta. Jason magához szorította, majd megcsókolta a lányt. Griff zavartan piszkágatta a tüzet. Jason, nagyon félek, hogy ennek az egésznek rossz vége lesz, mondta a lány. Vigyázz magadra. Ne aggódj, már nem kell sokáig maradnunk. Megmutatom Temucinnak, hogyan kell használni a puskaport, azután visszamegyünk a hajóhoz. Megmondom neki, hogy ide hozom a piruszi törzset, hogy szövetségre lépjenek vele. Valóban ez a tervem. Hamarosan új nap virrad a boldogság bolygón. A serkentőszerektől könnyűnek érezte magát. Méta viszont kevésbé optimistán látta a jövőt. De szó nélkül útjára engedte a férfit. Temuchin már várta. A fejedelmen nem látszott az elmúlt napok kimerültsége. Amint Jason a sátorba lépett, az egyik puskaporos hordóra mutatott. Robbanzt fel, Szerintem ezt máshol kéne végrehajtanunk, ha csak nem akarsz öngyilkosságot elkövetni. Legelőször elég lenne néhány kisebb cserépedény. Mondd el, mire van szükséged, és mindent megkapsz. A fejedelem nyilván titokban akarta végrehajtani a robbantási kísérleteket, és ez a terv is megfelelt. A sátorban kellemes meleg volt, az asztalon incsiklandozó ételek hevertek. Jason elvett egy sült kecskecombot, és jó ízűen megette. Azután zsíros kezét a ruhájába törölte, majd munkához látott. Miután kérésére néhány agyegyedényt hoztak a sátorba, Jason kiválasztotta a legkisebbiket, és megtöltötte puskaporral. Temuchin minden mozzanatot figyelemmel kísért, Jason pedig elmagyarázta, mit tesz. Azt hiszem, a puskaport össze kell tömöríteni, mint a puska csövében. Azután lefolytjuk, és egy bőrdarabbal lezárjuk az edényt, így nem tud könnyen átnedvesedni. Most már csak arról kell gondoskodnunk, hogy a tűz meggyújtsa a puskaport. Hogyan juthat hozzá a tűz, miután lezártad? Kérdezte Temucin, aki igyekezett megérteni a technikai magyarázat minden részletét. Egy írás tudatlan fejedelemtől ez elég logikus kérdésnek tűnt. Jason elővett egy vékony tűt, amilyennel a sátrakat alkotó bőröket szokták összevarni, és kiukasztotta vele a köcsök szájára feszített bőrdarabot. Azután olajjal átitatott egy rony és a végét begyömöszölte a lyukon olyan mélyre, hogy elérje a puskaport. Miután mindennel elkészült, tenyerébe vette a bombát. Azt hiszem, indulhatunk. Jason egyik kezében a bombát tartva, a másikban egy pislákoló olajmécsest, kilépett a sátorból, Temucin pedig követte. Az emberek, mintha megérezték volna, hogy itt nagy dolgok készülnek, leküzdötték ösztönös félelmüket, és a vezér nyomába szegődtek. Egyre többen gyűltek össze a tábor szélénél. Ott tisztes távolban megálltak. Jason a földre tette a bombát, majd figyelmeztette a bámészkodókat. Számítsatok arra, hogy amint ez felrobban, hatalmas zajt fog csapni. Lehajolt, és a mécses segítségével meggyújtotta az olajjal átitatott rongyot. Amint a rongy lángra kapott, visszaszaladt a távolabb álló temucinhoz. De a bomba mégsem robbant fel, csupán füstölt és sistergett. Jason nem szívesen ment volna vissza megnézni a hiba okát, de amint a tőre élét kezdte vizsgálni, jobb belátásra tért. Bizonytalan léptekkel megközelítette a bombát, majd felemelte a földről, és alaposan szemügyre vette. Azután jelentette tapasztalatait Temucinnak. A kanóc elaludt, mielőtt a tűz elérte volna a puskaport. Nagyobb lyukat kell fúrni a bőrbe. Eszembe jutott a bomba balladájának néhány sora, amely pontosan erről szól. Azonnal megjavítom. Addig ne engedj senkit a közelébe. Visszament a sátorba, miközben a baj okán töprengett. Valószínűleg túl sok puskaport tett a köcsökbe, és a lyukat is túlságosan szűkre hagyta, így nem maradt elegendő levegő oda a kanóc égéséhez. Keresett egy ronydarabot, amit összesodort, és alaposan átitatott olajjal. Azután magához vette a tűt, amivel a köcsögött fedőbőrt kiukasztotta, és visszament a bemutató foglalkozás színhelyére. A nomádok addigra már rendkívül türelmetlenné váltak, és durva sértéseket kiáltottak felé. Temucin is nagyon haragosnak látszott. Jason úgy tett, mintha nem hallaná a megjegyzéseket. Lehajolt, és a bombával kezdett foglalatoskodni. Kockázatos vállalkozás volt. Tudta, ha ismét kudarcot val, nincs, ami megmenthetné az életét. Homlokán kövér izzadságcseppek jelentek meg a hideg ellenére. Ezúttal működni fog, jelentette ki Jason. Valóban a hatás minden képzeletet felülmúlt. A fősiketítő robbanás ereje megrázta a földet, cserépdarabokkal szórva tele a közelben lévő sátrakat és a bámészkodó tömeget. A bomba helyén csinos kis kráter keletkezett. Temucin még mindig mozdulatlanul állt, de arcán elégedett mosoly jelent meg. A bámészkodók némeike fájdalmasan nyögdécselt, mivel a cserépdarabok eltalálták őket. Jason végig tapogatta testét, de nem fedezett fel magán újabb sérüléseket. Tudsz ennél nagyobb bombát is készíteni? Kérdezte Temuchin. Bármekkorát. De előbb áruld el, milyen célra akarod használni, mert a puskaporkészletünk korlátozott. Mielőtt Temucin válaszolhatott volna, néhány ember jelent meg a tér túloldalán moropjai komporoszkálva. A helybélieknek nem tetszettek a jövevények, mégis félrehúzódtak előlük. Ki mer idejönni az engedélyem nélkül? kérdezte Temucin. Testőrei azonnal szoros gyűrűt vontak köré. Mi volt ez a pokoli zaj? kérdezte az élen lovagoló férfi. Jason számára rendkívül ismerősnek tűnt a hang, kerk. Temucin hűvös, kimért mozdulatokkal ment elébük. Az idegenek leszálltak hátasaikról. Kerk állt az élen, őt követterhes és mögöttük még néhány pírusi. Jason úgy érezte, itt azonnal elszabadul a pokol. Sietve közbelépett. Várjatok, kiáltotta, és a két csoport közé vetette magát. Ezek pirusziak, az én törzsem. Azért jöttek, hogy Temucin seregéhez csatlakozzanak. Azután odasukta Kerknek, maradjatok nyugton, különben minnyájunkat lemészárolnak. De Kerk csepnyi alázatosságot sem mutatott. Ugyanolyan mogorván nézte ellenfeleit, mint Temucin. Az közelebb ment, és alaposan szemügyre vette a piruszi vezért nagyjából egyforma magasak lehettek, és szúrós tekintettel vizsgálták egymást. Kerk uralkodott indulatain. Melvértjén élénk színekkel festett sas És sisakján is egy sas koponyáját viselte. Kerk vagyok, a piruszi törzs vezetője jelentette ki. Temucim vagyok, a törzsek fejedelme. Meg kell hajolnod előttem. A pirusziak senki előtt sem hajolnak meg. Temuchin haragosan felmordult, és arasznyira kihúzta kardját. Jason legszívesebben eltakarta volna a szemét. De Kerk pontosan tudta, hogy mi a célja. Nem akart összetűzésbe kerülni Temucinnal, legalábbis egyelőre nem. Egy hihetetlenül gyors mozdulattal megfogta Temucin karját. Nem azért tettem meg ezt a hosszú utat, hogy harcoljunk, mondta hűvösen. Szeretnék beszélni veled hangja rendkívül meggyőző volt. Temuthin legnagyobb erőfeszítése ellenére sem tudta kihúzni kardját a hüvejéből. A hadúr rendkívül erős ember volt, de Jason még senkit sem látott, aki erőben és ügyességben felülmúlta volna kerket. A másodpercek teltek, és Temuthin homlokát kiverte a veríték, feje egyre vörösebbé vált, majd testén remegés futott végig, amint belátta a piruszi fölényét, nem erőlködött tovább. Kerk pedig barátságosan rámosolygott. Nem azért jöttem, hogy harcoljunk ismételte meg Kerk. A katonáink had ismerkedjenek meg egymással, mi pedig beszélgessünk. Olyan hirtelen engedte el Temuc hinkarját, hogy a hadúr szinte elvesztette az egyensúlyát. Nyomasztó csend következett, de a barbár vezér érezte, hogy nem alázták meg emberei előtt, sőt felkínálták neki a döntés lehetőségét. Amint ezt végig gondolta, felszabadult nevetés hagyta el a torkát. Kezét barátságosan kerkvállára tette. A piruszi vezér is mosolyra húzta a száját. Szeretem az ilyen kemény férfiakat. Kiáltotta Temucin ha már nem öltelek meg az első pillanatban, meghívlak a sátramba. A hadúr elindult a sátra felé, Kerk pedig követte. Úgy mentek el Jason mellett, mintha ott se lett volna. Jason nem tudta, mit évő legyen, végül úgy döntött, hogy utánuk megy. Amint a fejedelem sátrához értek, Temuchin bevezette Kerket, Jasonnek viszont azt parancsolta, hogy várakozzon odakin. Jason kényelembe helyezte magát, és azon kezdett töprengeni, vajon hogyan másznak ki a slamasztikából, ha kerk megöli Temucint. Oda bentről élénk vita foszlányai szűrődtek ki, de semmi egyéb nem történt. Jason feneke már szinte odafagyott a földhöz. A vita még hevesebbé vált, azután néma csend következett. Jason látta, hogy az őrök is kérdőn néznek egymásra. Kerk jelent meg a sátor bejáratánál, de nem igazán értett a kinyitásához, ezért dühösen leszakította az egészet. Fejével intett, majd tovább indult. Jason azonnal odament hozzá. Mi történt? Kérdezte izgatottan. Semmi dünnyögte Kerk. Elkezdtünk beszélgetni, de ő nem akart válaszolni nekem, egyre csak a saját kérdéseit hajtotta én pedig meguntam az egyoldalú társalgást. Jasont rossz előérzet fogta el. Meg kellett volna várnotok, amíg visszatérek. Miért jöttetek ide? Persze a pírusziakat ismerve magától is tudhatta a választ. Kerk pedig megerősítette. Nem bírtunk már tétlenül üldögélni a hegyek közt. Felkerekedtünk, hogy megnézzük, mi történt veletek. Idefelé jövet volt néhány összetűzésünk a helybeliekkel, amitől a fiúk hangulata sokat javult. Azt elhiszem, mondta Jason. Legszívesebben hanyat feküdt volna a sátrában. 12. Bár odakin erős szélvihartom volt, a sátorban kellemes meleget teremtett az atomenergiával működő fűtőtest. Jason úgy érezte, vérré válik testében az erős ital, amit Kerk hozott neki. Méta kibontott néhány konzervet, miközben az egyik a bejáratnál őrködött. Evés közben Jason Kerk sisakdíszére mutatott. Rendkívül meggyőző volt a melvértre festett sas, de honnan szereztétek ezeket a koponyákat? Nagy hatást tett a helybéliekre. Nem hiszem, hogy túl sok sas élne ezen a bolygón. Valóban nem sok válaszolt a kerk. Csupán ezt az egyet tudtuk lelőni, majd kipreparáltuk a koponyáját. A többiekét ennek mintájára műanyagból készítettük. De most már áruld el nekünk, mikor ér véget ez a jelmezbál, és mikor nyithatjuk meg a bányákat. Türelem! Mondta Jason. Ez a művelet nem olyan egyszerű. De azt garantálom, hogy elég küzdelemben lesz részetek. Demuthin gyakorlatilag uralja az egész síkságot. Elég értelmes embernek látszik, és erős kezű uralkodó. Amióta az első expedíciót elpusztították, ez a törzs szinte egyeduralkodóvá vált. A többi törzs természetesen szabadulni akar az iga alól, de nem mer nyíltan szembeszállni a fejedelemmel. Láttam egy nyilvános bemutatót, hogyan büntetik meg az árulókat. Azóta megértem, hogy mindenki fél tőle. Ha valamennyi törzset egyesítette, akkor semmit sem tehetünk ellene, jegyezte meg Kerk. Öljük meg a fejedelmet. Javasolta Méta. Nézzétek, milyen vérszomjassá válik egy fiatal lány, ha néhány hetet a barbárok között tölt, mondta Jason. Szerintem a törzsek közti háborúk hamarosan újra kezdődnek. Közben mi is egyengedjük majd a magunk útját. Temuthin nem uralkodik a síkság valamennyi törzse felett, csupán a legerősebbeket vonta a hatalma alá. A peremvidéken lakó kisebb törzsekkel nem foglalkozott. És a hegyek mellett sokan élnek, akik büszkék a függetlenségükre. Ezek a törzsek gyakran harcolnak egymással, de a közös ellenséggel szemben összefognának. A fejedelem közös ellenségük, hiszen valamennyiük függetlenségét fenyegeti. Ezt kihasználhatnánk. Hogyan? Kérdezterhes. Hagyjuk, hogy Temucin elkövessen néhány súlyos hibát, azután bebizonyítjuk a peremvidék törzseinek, milyen veszélyt jelent számukra a hadúr. Valószínűleg sikerül egyesítenünk a törzseket, és akkor Kerk egyenrangú félként fog tárgyalni Temucinnal. El kell érnünk, hogy Kerk legyen a síkság fejedelme. Miért nem én? Kérdezterhes. Neked is hasonló szerepet szántam. Nem fordítottunk kellő figyelmet a mélyföldre, mivel ott nem mutattak a műszerek elegendő ércet. De azon a vidéken sokkal kellemesebb a klíma, hatalmas erdőket találni, és a lakosság farmgazdálkodást folytat. Temuthin módot talált arra, hogy egy kisebb csapatot a mélybe juttasson. Odalen elfoglalt egy erődöt, és megszerzett több hordónyi puskaport. De a puskaporon kívül mást is észrevettem, kovácsolt vaspuskákat, ágyukat, egyenruhás hadsereget és lisztet. Ez már elegendő bizonyíték. Minek a bizonyítéka mindez? Kérdezte Kerk. Nem értette, hová akar Jason kiukadni. Hogy a mélyföldön egy fejlettebb kultúra van kialakulóban. Vegyészet, központi kormány, adók, kereskedelem, vaskohászat, textilipar. Honnan tudod ezt? Kérdezte Méta. Később ezt is elmondom. De a következtetésem helyes. A mélyföldön kialakult egy gazdag polgári réteg, bankárok, gyárosok, kereskedők. Úgy vélem, Rhes jól bele tudna illeszkedni ebbe a társadalomba. Nézzetek ide, ez a siker forrása. Elővett egy apró, kerek fémdarabot a zsebéből, és átnyújtotta Rhesnek. Mi ez? Kérdez terhes. Pénz? Egy halott katonánál találtam. Ez a fogyasztói társadalmak mozgatórugója. Amint sikerül analizálnunk az összetételét, rengeteget gyárthatunk belőle. Azután veszel magadnak egy üzletet, és kereskedőként fogsz tevékenykedni. A továbbiakat pedig majd meglátjuk. Res elgondolkodva nézegette a pénzdarabot. És mi lesz a továbbiakban? Amint egyesítjük a törzseket, és kerk lesz a síkság fejedelme, megindítjuk a kereskedelmet a mélyföld és a pusztaság népei között. Kerk fennhatósága alatt a mélyföldről érkező kereskedőket nem fenyegetné veszély. Egyre többen érkeznek majd, és talán egy tengeri utat is találnánk a két világ közt, amely meggyorsítaná a forgalmat. A mélyföldön rengeteg felszíni vizet láttam. Valószínűnek tartom, hogy a lentiek rendelkeznek hajókkal. A nomádok eleinte csak prémeket tudnának áruba bocsátani, de cserébe hozzájutnának a civilizáció vívmányaihoz. Hamarosan ezen a vidéken is farmok, majd városok épülnek, eleinte főleg a kereskedelmi központok mellett. És egy ilyen település és kereskedelmi centrum fog épülni a bányatelepünk közelében is. Jason terve rendkívül logikusnak tűnt, bár az egyes részleteket illetően még hosszasan tanácskoztak. Késő este fejezték be a megbeszélést, Griff addigra elaludt, Jason kikapcsolta a fűtőtestet, de a sátorfalai jól szigeteltek, és még sokáig tartották a meleget. Jason leterítette a hálózsák játmét mellé, majd kimerültén elnyúlt. A lány közelebb húzódott, és a vállára hajtotta a fejét. Mi fog történni azután, ha már győztünk? Kérdezte. Azt én sem tudom, felelte Jason a lány haját simogatva. Egyelőre korai még ezen gondolkodni. Előbb tegyünk meg mindent a győzelem érdekében. Én mégis sokat gondolkodom ezen. A győzelem azt jelenti, hogy a harc örökre befejeződött számunkra. Ha ezen a bolygón maradunk és felépítünk egy új várost, te mit fogsz tenni? Ezen még nem gondolkodtam, mondta, magához szorítva a lányt. Én szívesen lemondanék a harcról. Sokkal boldogabb lehetne az életem nélküle. Az itteni asszonyok maguk nevelik a gyerekeiket. A piruszon már igen korán bölcsődébe kellett adni őket, és az anya soha többé nem látta a gyerekét. Úgy érzem, csodálatos dolog lehet, ha valaki felnevelheti a saját gyerekét. Talán egy barbár asszony számára fontos, de nem hiszem, hogy egy civilizált lány is erre vágyjon. Néhány percig némán várta Mét a válaszát, de azután észrevette, hogy a lány elaludt. Jason magához húzta a puha, meleg testet, majd rajta is erőt vett a kimerültség. Hamarosan megkezdték a terv végrehajtását. Egy fagyos hajnalon Temuc hintábort bontott, és törzsével újabb legelők felé indult. A felszerelés nagy részét szekerekre rakták, csupán a katonák legszükségesebb holmia került a moropok hátára. A 94 píruszi harcos kettős oszlopban várakozott. Kerk állt az élen, Jason közvetlenül mellette, mögöttük a harcosok sora, végül a szekereken ülő asszonyok. A pirusziak egy része az űrhajónál maradt, vállalva annak őrzését. Res pedig nyolc emberrel elindult a mélyföldre. A 94 pírusi férfi útra kelt, hogy megdöntse Temucin uralmát, és elfoglalja a síkságot. Jason ismerte a pírusiak harci kedvét és hihetetlen képességeiket. Amint a tábor felkerekedett, a távolban megpillantottak egy másik menetoszlopot. A két törzs között hírnökök vitték az üzeneteket, parancsokat. Jason egy alkalommal megpillantotta Temucin sötét öltözetet viselő testőreit, és felhívta rájuk kerk figyelmét. Temuchin testőrei kísérik a puskaporos hordókat szállító moropokat. A fejedelem azt akarja, hogy menjek vele, és készítsek neki bombákat. A többi pirusziról nem tett említést. De akár tetszik neki, akár nem, mindannyian a közelében maradunk. Rám szüksége van a puskapor miatt, én pedig nem vagyok hajlandó megválni a törzsemtől. Ez ellen nem tehet semmit. Akkor végrehajthatjuk az első tesztet, mondta Kerk, majd vágtára fogta moropját. A többi pirusi azonnal követte. Amint elérték a hadúr testőr csapatát, megint lassú kocogásra csökkentették a tempót. Temuthin hűvös pillantást küldött feléjük, de nem szólt semmit. A hadúr olyan volt, mint egy ügyes sakmester, aki előre látja ellenfele terveit, de mégsem akar hamar véget vetni a játéknak. Ellenőrizd a bombák gyújtószerkezetét. Utasította Jasont. Ez a te feladatod. Amint Jason a menetoszlopok vonulását figyelte, rádöbbent, hogy a hadúr valóban hadászati zseni. Annak ellenére, hogy analfabéta és tanulatlan, mégis rendkívül jól ismeri a harcművészet alapelveit. Tisztjei a nyomába sem léphettek. Ők nem tudtak gondolkodni, csupán a parancsokat teljesítették. Utasításainak megfelelően a több ezer ember meghatározott alakzatban haladt középen egy erős mag, két oldalt pedig lazakarok, amelyek felfogják az oldaltámadást, szükség esetén pedig gyűrűbe zárják az ellenséget, amelyet a mag feltartóztat. Hamarosan minden törzs felzárkózott a menetoszlophoz, és elfoglalta meghatározott helyét. Kora délutánig megállás nélkül haladtak. Bár a moropok nem szerették a hosszú menetelést, inkább a rövid vágtákhoz voltak szokva, a nomádok mégis egész nap hajszolták az állatokat. Gazdáikat szemmel láthatóan nem fárasztotta a véget nem érő utazás. A pirusziakat pedig sokkal keményebb fából faragták, semhogy ilyen apróság gondot okozzon nekik. A menet előtt felderítők vágtattak, akik folyamatosan jelentették észrevételeiket, és megoldották az apró problémákat. Jason hamarosan egy meggyilkolt nomádot pillantott meg. Később egy lemészárolt család holtestei mellett haladtak el, akik véletlenül keresztezték a vonuló hadsereg útvonalát. Férfiakat, nőket és gyerekeket egyaránt brutális kegyetlenséggel lemészároltak. Temuthin totális háborút folytatott, amerre elhaladt, senki sem maradt életben. Mindent elkövetett a győzelem érdekében. Háromnapos utat képes volt egy nap alatt megtenni, hogy váratlanul csapjon le az ellenségre. Ennek érdekében öletett meg mindenkit, aki tudomást szerzett közeledésükről. Temuthin taktikája végül eredményesnek bizonyult, amint a sereg alkonyatkor elérte a hegység lábánál élő törzs egyik faluját. A faluban azonnal megszólaltak a vészjelzők, de már elkéstek vele. A gyűrű bezárult körülöttük, és a támadó ég előre nyomult. Senki sem menekülhetett. Jason úgy látta, hogy néhány moroknak mégis sikerült kitörnie. Borzalmas mészárlás kezdődött. Először nyílzápor zúdult a falura, majd a hosszú lándzsás harcosok vágtattak végig a sátrak közt, és mindenkit felnyásalták, aki eléjük került. A píruszi harcosok a többi nomáddal együtt a harc sűrűjébe vetették magukat. Mostanra már megtanultak bánni a primitív fegyverekkel, reflexeik pedig jóval felülmúlták a nomádokét. Jason nem vett részt a harcban, rosszul létfogta el a szörnyű látványtól ott maradt a puskaport őrző katonák mellett. Már teljesen besötétedett, mire a harc véget ért. Egy katona nyargalt át a falun jasont keresve. Te muchin beszélni akar veled, mondta a harcos. Jason nem ellenkezett, felült moropjára, és követte a katonát. Keresztül vágtak az elpusztított falun, amit mindenütt holtestek borítottak. Meglepődött, hogy a sátrak jelentős része éppen maradt. A legnagyobb sátorban Temucin tartott eligazítást a tisztjeinek. Valószínűleg itt élhetett a falu vezetője, aki most a sátor távolabbi sarkában feküdt vérébe fagyva. Úgy tűnt, az összes vezetőt összehívták, kert mégsem volt közöttük. Amit ma véghez vittünk, kezdte Temucin, miután mindenki elhelyezkedett, az csupán a kezdet. A mennyitörzs egyik faluja tőlünk keletre fekszik, és holnap talán elpusztítjuk azt is. Az embereiteknek nem kell tudniuk semmiről. Bizonyára néhányan megszöktek még a támadás előtt, és a hegyekből is valószínűleg figyelnek minket. A katonáitok bátran harcoltak. Ma este megzabálhatnak mindent, amit a faluban találtak, és részegre ihatják magukat. A megmaradt sátrakat is fel kell gyújtani közben felderítőket küldünk a hegyek közé, hogy a figyelők ne tudjanak túl közel merészkedni. És mindez csupán trükk vigyorgott a hang, eltelve saját éles látásától. Nem támadjuk meg a falut, ami tőlünk keletre fekszik. Jól beszélsz, mondta a fejedelem. Tisztjei feszültem figyelték minden szavát. Holnap este, amikor teljesen besötétedett, felkerekedünk és nyugat felé vonulunk. Egy napi és egy éjszakai vágtak el ahhoz, hogy elérjük a völgyet, ahol a mennyit törzs legnagyobb faluja fekszik, amelyet erős kőfalak védenek. Megtámadjuk őket, és a puskaporos bombák segítségével elfoglaljuk a falut, mielőtt erősítést kaphatnának. Kemény küzdelemre kell számítanunk, jegyezte meg egy sebesült, őszes hajú férfi. De semmi sincs ott, amiért érdemes harcolnunk. Semmi, te eszetlen barom hördült fel Temucin. Ez a hely az egész vidék kulcsa. A völgyet olyan erőd védi, amelyet száz harcos is megvédhet tízszeres túlerővel szemben. Egy egész hadsereget fel lehet itt tartóztatni. Ha az erődöt elfoglaltuk, sorra elpusztítjuk a falvaikat, és a mennyit törzs neve hamarosan csak legenda marad. Menjetek! Pihenjétek ki magatokat! Holnap este indulunk, amint a többiek kifelé igyekeztek, Temucin megfogta Jason karját. Remélem, a bombák akkor robbannak majd, amikor kell. Természetesen felelte bizonytalanul Jason. Erre szavamat adom. Tulajdonképpen nem is a bombák aggasztották. Mindegyiket nagy gondossággal készítette el. Újabb kemény vágta állt előtte, ami a nomádoknak semmiség, és a pirusziak is bírni fogják de vajon ő bírja-e? Az éjszaka rendkívül hidegnek tűnt, amint kilépett a sátorból. A csillagok hideg fényénél részek katonák énekeltek. Úgy érezte, képes lesz a hosszú vágtára, de bele sem mert gondolni, mi fog történni, amikor megérkeznek. 13. Tertsz ki még egy kicsit. Az erőd itt van előttünk, kiáltotta kerk. Jason már alig tudta tartani a fejét. Néha nekiütközött moropja nyakának. Válaszolni akart, de torkát összeszorította a köhögés. A vágtató állatok hatalmas port kavartak. Az egész utazás olyannak tűnt, mint egy lázálom. Amint leszállt az éj, elindultak nyugat felé. Megállás nélkül vágtattak hajnalig, amikor Temuchin rövid pihenőt engedélyezett. Az állatoknak jól esett a pihenő és a friss víz, de jasonre azonnal rátört a fáradtság, amint leszállt a nyerekből. Lábai remektek. Kerk támogatta, miközben egy piruszi ellátta mindkettőjük moropját. Néhány lépés után érezte, hogy visszatér lábába az erő. Hagyta, hogy a medikit serkentőket juttasson a szervezetébe, azután a könnyű RT-elem vágta tovább folytatódott egy kicsit mégis büszke volt magára. Már több lovas leszakadt a csapattól ebben a vágtában, de ő a külhoni még mindig bírta. Bár már nem sokáig. A felkelő nap első sugarainál megpillantotta az erőt falait. Beadott magának még egy nagy adag serkentőt. Úgy érezte, ez a legfontosabb. A drog kiűzte testéből a fáradtságot és a fájdalmat. Az egész hadsereg félelmetes erővel közeledett a völgy felé. Az íjászok valóságos nyílzáport zúdítottak az erődre, hogy fedezzék a rohamot. A völgy beszűkült bejáratánál porfelhőt kavart a moropok patája. A pirusziak a többi harcossal együtt nyomultak előre. Jason pedig Temucin elé járult, hogy meghallgassa az instrukcióit. A testőrök utat nyitottak neki. A hadúr rendkívül izgatottnak látszott. Minden a tervem szerint halad. Egész nap vágtattunk, sikerült váratlanul meglepni őket. De a kőfalak sokkal erősebbek, mint gondoltam. A védők biztos fedezék mögül nyilaszhatják az embereimet. Hosszú ostromra lenne szükség, melynek során a fél hadserege elesne. Közben idejére a felmentő seregük. Arra gondolsz, hogy a bombák segítségével megadásra késztethetnénk őket? Pontosan. Akkor megalapítjuk a boldogság bolygó első gránátos alakulatát. Szeretném, ha néhány barátom segítene, mivel én nem tudom elég messzire hajítani a bombákat. Minden segítséget megadok. Mire Jason megtalálta a bombákat szállító állatokat, és elkezdte kirakodni a robbanóanyagot, az első pirusziak már a helyszínre érkeztek. Kerk és két társa jöttek segíteni. El tudjátok hajítani elég messzire ezeket a bombákat? Kérdezte Jason. Persze. Miről van szó? Temuthin azt szeretné, ha a bombák célba találnának, és én nem tudom elhajítani őket elég messzire. Ezekben a cserépedényekben puskapor van meggyújtjátok a kanócot, azután jó messzire eldobjátok a bombát. Jól van, szedd össze a teljes készletet, azután keressünk egy olyan helyet, ahonnan kifüstölhetjük őket. A fiúk majd segítenek odavinni a bombákat. Mindannyian leszálltak moropjaikról, és gyalog indultak el az erőt felé. A nomádok nyilai még mindig fedezék mögött tartották a védőket, ezért viszonylag nyugodtan leereszkedhettek a domboldalon. Ott már belebotlottak néhány sebesültbe, halottba és elpusztult morobba. A domboldal egyre meredekebbé vált, majd eljutottak egy olyan helyre, ahol szinte szakadék húzódott az erőd és a sziklák között. Tovább haladtak egy keskeny sziklapárkányon, óvatosan cipelve a gránátokat tartalmazó ládát. A következő párkányt mesterségesen építették, egymásra halmozott sziklákból. Innen már belehetett látni az erődbe odalent prémes öltözéket viselő emberek szaladgáltak. Valamennyiük sisakját menyét koponya díszítette. Jason alaposan szemügyre vette a falakat, majd társaihoz fordult. Ha a gránátok nem találnak pontosan célba, az sem baj, mert a robbanástól annyi sziklatörmelék hullik majd a védőkre, hogy valamennyien elpusztulnak. Olyan lyukat nyitunk a falba, hogy szekerestül lehet bemenni rajta. Nagyon optimista vagy, mondta Kerk. Ezek csupán őrtornyok. A belső várfal odébb húzódik. De még mindig jobb, mintha pessimista lennék. Csak megpróbáltam meggyőzni magam arról, hogy sikerül túlélnem a barbár háborút, és megint békésen élhetek. Lejjebb ereszkedtek a meredek domboldalon. Az ostromlók hátrakülték moropjaikat, és gyalogosan támadtak. A védők igyekeztek nyilaikkal távol tartani őket a falaktól. Egy nyilvessző csapódott a sziklának Jason feje mellett. Már a tűzvonalban vagyunk, jegyezte meg, miközben az egyik szikla mögé húzottak. Maradjatok itt, kikukkantok. Sisakját mélyen a szemébe húzta, majd kidugta fejét a szikla mögül. Abban a pillanatban egy nyilvessző hegye koppant a fém sisakon. A támadók rohama szemmel láthatóan megtört, mielőtt még elérhették volna a falakat. A várban tartózkodó katonák biztos fedezék mögül nyilaszhattak a rohamozó ellenségre. A távolság még legalább 40 méter állapította meg Jason. Gondolod, hogy el tudod hajítani odáig? Kerka kezébe vette a gránátot, és a súlyát próbálgatta. Azt hiszem, könnyedén. Csak előbb had nézzek ki, hogy magam is bemérjem a távolságot. Villámgyors mozdulattal kidugta fejét, majd azonnal vissza is húzta. A várfal itt magasabb, mint a többi részen. Két bombát fogok eldobni. Meggyújtom az elsőnek a kanócát, azután kilépek a fedezékből, és elhajítom. Te ez alatt meggyújtod a másikat, és azonnal a kezembe adod. Világos! Tökéletesen. Lássunk hozzá! Elővett két gránátot, az egyiket oda a kerknek. A közelben lapuló nomád harcosok feszülten figyelték minden mozdulatukat. Amint az első kanóc lángra kapott, kerk kilépett a fedezékből. Szinte abban a pillanatban két nyilvessző érkezett a várból. Az egyik a sisakjáról lepattant, a másik néhány centiméterrel a karja mellett vágódott a sziklának. Jason közben meggyújtotta a második gránát kanócát, és sürgette kerket, hogy hajítsa már el végre az elsőt. A piruszi megfelelő célpontot keresett, és a szélirányt is figyelembe próbálta venni. Közben újabb nyílveszők érkeztek, szerencsére egyikük sem talált célba. Kerk kimért mozdulatokkal eldobta a gránátot. Nagyszerű dobás volt. Jason azonnal a piruszi kezébe nyomta a másodikat. A két gránát szabályos ívet leírva repült a vár felé. Egy pillanattal később az egész fal szinte szétszakadt. Kődarabok és holtestek repültek a magasba. Elég jól sikerült, jelentette kikerk, majd visszahúzódott a fedezékbe a szanaszét repülő kődarabok elől. Remélem, a többi is ilyen könnyen fog menni. Természetesen nem ment olyan könnyen amint a védők felfedezték, hogy a robbanásokat egy férfi okozza, aki kis gömböket haigál feléjük, jobban odafigyeltek tevékenységére. Amint Kerk kilépett a szikla mögül, azonnal vissza is ugrott. Valóságos nyílzápor hullott arra a helyre, ahol az imént állt. Valamit ki kell találnunk, javasolta Kerk. Talán félsz? Miért hagytad abba? Kiáltotta mögöttük egy felháborodott hang. Kerk megpördült, és farkaszemet nézett Temucinnal, aki testőrei fedezékében közelítette meg a frontvonalat. Az óvatosság csatát nyerhet, a félelem biztos vereség. Én meg fogom nyerni neked ezt a csatát, mondta hűvösen Kerk. Vajon az óvatosság vagy a gyávaság tart a szikla fedezékében, miután megparancsoltam, hogy romboljátok le a falat? Vajon az óvatosság vagy a félelem hozott ide a helyet, hogy rohamra vezetnéd a sereged? Temuchin felhördült, és kirántotta kardját. Kerk felemelte a kezében lévő bombát, készen arra, hogy teljes erővel fejbe dobja vele Temuchint. Jason sietve közéjük lépett. Bármelyik őtök halála csak az ellenségnek kedvezne, mondta Jason Temuchin felé fordulva. Abban biztos lehetett, hogy Kerk nem szúrja hátba. Hamarosan alkonyodni kezd, ha az erődöt nem sikerül sötétedésig elfoglalnunk, akkor elvesztettük a csatát. Az éjszaka folyamán ide ér a felmentő sereg. Temuthin a magasba emelte kardját, hogy félresöpörje vele jasont az útjából. Kerkis megragadta Jason karját, hogy elhúzza maga elől. Hívjátok ide az összes piruszit és még több katonát. Nyögte Jason dobálják kövekkel az erődöt. Akkor a védők nem fogják tudni, honnan érkeznek a bombák, és nem koncentrálhatják nyilaikat egy emberre. A kard megállt a levegőben, és kerk szorítása is enyhült. Jason sietve tovább folytatta. Egy ember számára öngyilkosság kiállni a nyílzápor elé. De ha el tudjuk érni, hogy az íjászok ne csak őt vegyék célba, akkor még sötétedés előtt megtörjük az ellenállásukat, és besétálhatunk az erődbe. Temuthin nem volt ostoba ember. Felmérte serege erejét, a sötétedési rendelkezésre álló időt, azután bólintott. Most a győzelem volt a legfontosabb. A személyes ellentéteket később is el lehet intézni. Gyors parancsokat kezdett osztogatni. Kerk is lassan lecsillapodott, és elengedte Jason karját. Hamarosan elég katona gyűlt össze a domboldal szikláinak fedezékében, ahonnan kövekkel kezdték dobálni a várfalat. De míg a nomádok köveket haigáltak, a pirusziak gránátokat. Biztos kézzel juttattak a bombákat a kitűzött célpontok felé, hiszen ezen a terén nagy gyakorlattal rendelkeztek közben fokozatosan előbbre nyomultak, és még pontosabb találatokat értek el. Nem sokára elkészülünk, mondta Jason. A völgy ezen a helyen mindössze száz méter széles volt, és két hatalmas sziklatömb szegélyezte. A jobb oldali fölött már ott vöröslött a lemenő napkorongja. A meredek sziklafalakhoz csatlakoztak az erőd bástyái. Amint Jason és Kerk újabb adagbombával bombával szerelte fel magát, arra lettek figyelmesek, hogy a katonák nem az erőt felé nyomulnak, hanem éppen az ellenkező irányba. Mi történt? Kérdezte Kerk, megragadva az egyik harcos vállát. Vissza! Kiáltotta a katona. Nézzetek oda! Mutatott a völgy két oldalát szegélyező meredek sziklafalakra. A tetejéről borzalmas erejű kőgörgetek zúdult a mélybe. Jason látta, amint az egyik katonát eltalálja egy szikla, és a szerencsétlent palacsintává lapítja. A harcosok fejvesztettem menekültek. Békeidőben biztosan felhordják oda a sziklákat, és felhalmozzák őket. Támadás esetén elég egy tartókötelet elvágni, és az egész lezúdul a mélybe. Rendkívül ügyes ötlet. Jason és Kerk a többiekkel együtt visszahúzódott a völgy bejáratához. A megfutamodott sereget félelemmel töltötte el a védők váratlanul bevetett fegyvere. Ráadásul akkora időveszteséget okozott, hogy a sötétség beállta előtt lehetetlennek látszott az erőd elfoglalása. 14. Nekem ez nem tetszik, mondta Kerk. Szerintem nem tudjuk végrehajtani. Jobb, ha magadban tartod a véleményed, suttogta Jason, miközben temucin elé járultak. Üdvözöllek, hadúr kezdte Jason. Találtam arra megoldást, hogyan változtassuk a katasztrófát győzelemmé. A fejedelem nem mutatta semmi jelét annak, hogy hallotta volna Jason szavait. Egy sziklán ült, és újai kardja markolatával játszottak. A nap éppen eltűnt a látóhatár mögött. A völgy most már csapda a számunkra folytatta Jason. Ha megpróbáljuk eltakarítani a sziklákat az útból, a falakról könnyedén lenyilaznak minket. Ráadásul olyan sok időbe telne, hogy addigra a felmentő sereg biztosan ideér. Arra gondoltam, hogy fel kéne vinni a bombákat a sziklafal tetejére, ahonnan folyamatosan tűz alatt tarthatnánk a védőket, miközben a katonáid a völgyön átbejutnak az erődbe. Demuthin felpillantott a szeme sarkából. Azt a sziklafalat nem lehet megmászni. Kerképpen egyetértését akarta kifejezni, amint Jason finoman oldalba bökte. Igazad van, az a sziklafal megmászhatatlan. Legalábbis a síkvidéki ember számára. De a pírusziak a hegyek között élnek, ezért rendkívül ügyes sziklamászók. Csak a beleegyezésedre van szükségünk. A hadúr úgy nézett Jasonre, mintha az megbolondult volna. Hát próbáljátok meg! Csak napvilágnál lehet végrehajtani, és odafentről azt is látnunk kell, hová dobjuk a bombákat. Az éjszaka folyamán összeállítjuk és előkészítjük a szükséges felszerelést, és hajnalban indulunk. Délutánra kezedben lesz az erőd. Temuthin bizalmatlanul nézett rá, de nem szólt semmit. Miféle hegymászó felszerelést emlegettél? Kérdezte Kerk, amikor távolabb értek. Nincs nálunk ilyesmi. Az egyetlen felszerelési tárgy, amire pillanatnyilag szükségünk van, az egy rádió. Érintkezésbe kell lépnünk az űrhajóval, hogy szedjenek össze nekünk egy komplett sziklamászó felszerelést, és küldjék ide. Az embereknek mondd meg, hogy a sátrakat minél messzebb építsék a nomádokétól. Akkor észrevétlenül elmehetünk. Miközben a pirusi harcosok elkészítették fekhelyüket, Jason elővette a rádiót, és kapcsolatot teremtett az űrhajóval. Az ügyeletes tiszt azonnal embereket küldött a raktárhelyiségekbe, hogy az utasításoknak megfelelő felszerelést összeszedjék. A pirusiak hozzászoktak a vészhelyzetekhez, ezért mindig a legjobb formájukat hozták. Nem okozott gondot nekik a sürgős éjszakai munka. Az ügyeletes tiszt megígérte, hogy még jóval hajnal előtt a megbeszélt helyre szállítja a holmit. Jason evett néhány falat szárított húst, és meghagyta az őröknek, hogy azonnal ébresszék fel, amint a hajóról üzenetet küldenek, hogy a felszerelést leszállítónak. Addig ő is bebújt a hálózsákjába. Elég fárasztó nap állt mögötte. Fejére húzott egy vastag prémet, nehogy jégcsapok képződjenek az orjukánál, és néhány perc múlva elaludt. Menj a fenébe! Dünnyögte Jason, amint valaki megrázta a vállát. Kej fel! Parancsolt rákerk. Tíz perce érkezett az üzenet. A felszerelés útban van a megbeszélt hely felé. Azonnal oda kell mennünk. A moropokat már felnyergeltük. Jason nyögött még néhányat, majd kimászott a hálózsákjából. Utasította a medikitet, hogy juttasson a szervezetébe kellő mennyiségű serkentőt és fájdalomcsillapítót. Azt hiszem, megint hosszú nap áll előttem. Maradj itt! Javasolt a kerk. Majd én elmegyek egyedül a holmiért. Nem. Szeretném ellenőrizni a felszerelést, mielőtt a komp visszatér az űrhajóhoz mindennek tökéletesnek kell lennie. Segítettek neki felszállni a moropra, szinte feltették a nyerekbe. Kerk vezette kantáron Jason moropját is, miközben ő az állat nyakára dőlve szendergett. Hamarosan elérték a megbeszélt helyet. A komp már itt van a közelünkben, mondta Kerk, a rádióadást figyelve. A nyugati horizont felől jellegzetes zajt hallottak. Leadtad nekik a fényjelzést? kérdezte Jason. Természetesen, hiszen így beszélted meg velük. A pirusziak számára elképzelhetetlen volt, hogy egy utasításról megfeledkezzenek. Még néhányszor megismételték a fényjelzést, bár valójában szükségtelen volt, hiszen a komp rendkívül finom érzékelő berendezéssel rendelkezett. A pilóta jelezte, hogy föléjük érkezett, és leküldi a kapszulát. A kapszula egy méter hosszú, fényes henger volt, amely saját hajtóművel rendelkezett. Arra szolgált, hogy nagy magasságból minél kisebb zajt keltve a felszíre küldjenek valamit a belsejében, majd radarja segítségével önállóan visszajusson a komphoz. A kapszula hamarosan földet ért, és kipakolták belsejéből a sziklamászó felszerelést. Jason a zseblámpa fényénél alaposan megvizsgálta, hogy nem hiányzik-e belőle valami fontos tartozék. Közben lelkesen magyarázta kertnek a kampók, karikák, áttételes szerkezetek lényegét, de a piruszi vezért nem hozta lázba. Ezek nekem nem mondanak semmit, jegyezte meg kert. Nem is kell. Jason kipakolta az egész rakományt. Elég, ha én ismerem a használatát majd elsőként mászom fel vele a sziklafalon. Az utánam jövőknek már könnyű dolguk lesz, csupán néhány gyakorlati fogást kell elsajátítaniuk. Bárcsak lenne egy modern hegymászó felszerelésem. Már készítenek olyan kampókat, amelyet robbanó töltet fúr bele a sziklába. Azonnal terhelhető és több mint 2000 kilót elbír. Hozzá hihetetlenül könnyű, de erős műanyag zsinórok és automata felhúzó és leeresztő szerkezetek. De azt hiszem, most ez is megteszi. Temuchin úgy is gyanút fogna az idegen anyagok láttán. Úgy látom, minden itt van. Mondd meg az űrkom hogy visszahívhatja a kapszulát. A fúvókák beindítása port kavart az arcukba, majd a kapszula a magasba emelkedett, és hamarosan eltűnt. A felszerelést gondosan a nyerekhez kötözték, azután felültek moropjaikra, és elindultak. Röviddel a táborba érkezésük után hajnalodni kezdett. Amint a pírusiak a völgy bejáratához értek, azonnal látták, hogy az éjszaka folyamán borzalmas csata dult. A völgy száját elzáró, lezudult sziklatömeget sebesültek és halottak borították egy vérző karú nomád kifejezéstelen arccal ült, miközben társa egyetlen mozdulattal kirántotta karjából a nyílveszőt. Mi történt? Kérdezte Jason. Az éjjel megtámadtuk őket. De nem tudtuk hangtalanul megközelíteni a völgyet, mert a sziklák nagyon síkosak voltak, és alig tudtunk botorkálni rajtuk. Sokan elestek, és összezúzták kezüket, lábukat amint az akadály feléhez értünk, a menyétek égő fűcsóvákat dobáltak ránk, és a tűz fényében nyilazni kezdtek minket. Csak nagyon kevesen tudtunk visszatérni. Ez jól jön nekünk. Jegyezte meg Kerk, amint tovább mentek. Temuchin elvesztette a tekintéjét ezzel a vereséggel, mi viszont előnyt szerzünk, ha fel tudunk mászni a sziklafalon. Na persze, ha valóban fel tudunk. Ne kezdj megint kételkedni, mondta Jason. Csak állj mellettem készenlétben, és tégy úgy, mintha pontosan tudnád, mit csinálok. Jason levette magáról a nehézkes külső ruhát, és megborzongott. De tudta, hogy hamarosan még izzadni is fog. A sziklafal olyan simának látszott, mint az űrhajó oldala. A hegymászó kalapácsot, ami a kampuk beveréséhez kellett, a csuklójára erősítette, amikor odalépett hozzájuk a hang. Azt mondták, hogy bolond vagy. Csak azok hihetik, hogy fel tudnak mászni a sima sziklafalon. Neked nem csupán ezt mondták, fordult Jason a kapitány felé. Temuchin azt mondta neked, hogy gyere ide, és nézd meg, mi történik. Nyugodtan helyezd magad kényelembe, nyújtsd ki a lábad hamarosan szaladhatsz a gazdádhoz, hogy beszámolj neki a sikeremről. Kerk felnézett a sziklafalra, azután jasonra pillantott. Hadd másszak én javasolta. Erősebb vagyok nálad, és sokkal jobb a kondícióm. Amint elérem a csúcsot, leeresztem neked a kötelet, és akkor felmászhatsz, sőt egy halomgránátot is hozol majd magaddal. De elsőnek nem mehetsz a sziklamászás rutint igényel, amit csak hosszú évek alatt lehet megszerezni. De azért köszönöm. Egy kicsit felemelhetnél, hogy elérjem azt a kiugró peremet. Kert lehajolt, Jason pedig a vállára lépett. Azután a piruszi felegyenesedett. Jason ügyesen kihasználta a szikla repedéseit és bemélyedéseit, így az első kampót csak tíz méter magasan kellett bevernie nagyon óvatos volt, mivel legalább tíz éve nem mászott sziklát. Lassan ráfejezte testcsúját a kampóra, megbírta. Azután pihent néhány másodpercig a kampóhoz rögzített hevedereken. Alatta számtalan kíváncsiskodó gyűlt össze. Hamarosan Temucin is csatlakozott hozzájuk. Az ellenség is nagyon szerette volna tudni, mi történik ott, de a szikla eltakarta előlük jasont. Jason nem tudta pontosan megállapítani a szikla magasságát, de úgy ítélte meg, hogy körülbelül a táv felénél járhat. Éppen be akarta verni a következő kampót, amikor kiabálást hallott odalentről. Amennyire tudott, előre hajolt és lekiáltott. Nem hallom. Mit akartok? Abban a pillanatban egy nyilvessző csapódott a sziklának a feje mellett. Jason ilyettében majdnem leesett. Amint oldalra fordította a fejét, megpillantott egy mennyit harcost, akit odafentről eresztettek lekötélen. A férfit bőrheveder tartotta, így mindkét kezét szabadon használhatta. Már készült az a fektetni a következő nyilvesszőt. Egy kiálló párkány miatt fentről nem tudták jason célba venni, ezért eresztették le a harcost a párkány alá. A katona gondosan célzott. Jason a bal kezében tartotta a kampót. Az utolsó pillanatban a katona felé hajította, és a vállát találta el. Nem okozott sérülést, de arra elég volt, hogy kimozdítsa egyensúlyából a harcost, így a második nyíl is célt tévesztett. De a katona nem adta fel, újabb nyilat illesztett a húrra. Lentről is nyilasztak társai a hermelinre, de túl nagy volt a távolság, és felfelé nehezen lehetett célozni. Az egyik nyílvesző mégis belefúródott a katona kombjába, de az ügyet sem betett rá. Jason elővett egy újabb kampót, amely szintén kiváló minőségű acélból készült, és vége tűhegyes volt, hogy a legkisebb repedésben is utat találjon. Jason ujjai közé fogta a kampó szárát, a hegye pedig előre nézett. Azután felemelte és teljes erővel elhajította. A kampó tövig beleállt a katonatorkába. A férfi elejtette a nyilat, a torkához kapott, majd testén remegés futott végig, és meghalt. A halottat hamarosan felhúzták társai a sziklapárkányra. Valaki odalen lecsendesítette a felmorajló tömeget, majd kerk kiáltását hallotta. Tarts erősen a kötelet! Jason lenézve döbbenten látta, hogy a pirusziak hátrébb húzódnak, és meggyújtják az egyik bombakanócát. Jason megerősítette a csomókat, és szinte a sima falhoz tapadt. Oda lenn a katonák sietve húzódtak távolabb. Kerka megfelelőnek ítélt távolságban megállt, és teljes erejével elhajította a gránátot. Jason jól látta a magasba ívelő bombát, és egy pillanatig úgy tűnt neki, hogy egyenesen feléje tart. De a gránát még magasabbra emelkedett, és jóval odébb a sziklapárkány tetején csapódott be. Jason szinte belebújt a kőfalba. A robbanás ereje megrázta az egész sziklát. Kődarabok és holtestek zuhantak a mélybe, de Jason a párkány alatt biztonságban volt. Amint minden elcsendesedett, nyugtalanító érzés fogta el. Kerk! Kiáltotta le nyelven. Mi történt azzal a kampóval, ami az imént leesett? Ha Temuthin megtalálja, azonnal gyanút fog. Figyeltem, hova esett feleltekek. Majd megkeresem. Most mindenki téged figyel. Nem sérültél meg. Jól vagyok, mondta Jason, majd nagyot sóhajtott. Megyek tovább. Az utolsó terepszakasz rendkívül nehéz feladatnak bizonyult. Jason többször visszacsúszott, csak a karabinerek és a biztosító kötelek tartották meg. Mire a csúcs közelébe ért, teljesen kimerült. A sziklafal tíz méter átmérőjű fensíknak látszott. Olyan volt, mint egy bástya. Még egy utolsó erőfeszítés nyögte. Az orrába belefagyott a lecsapódó pára. Alig kapott levegőt. Már csak néhány méter volt hátra, de a fal itt teljesen simának tűnt. Úgy érezte, nem tudja megcsinálni. De tudta azt is, hogy fel kell jutnia mindenáron. Ilyen közel a céltól nem adhatja fel. Reszkető lábbal tolta magát feljebb, újai megtaláltak egy hasadékot, és karjával felhúzta magát. Elérte a csúcsot? Amint körülnézett, meglepődve tapasztalta, hogy az egész még tíz méter átmérőjű sincs. Kifújta magát, majd lenézett a mélyben várakozó emberekre. Amint észrevették, hogy feljutott a csúcsra, harsány éjjenzésbe kezdtek. De hamarosan be kellett látnia, hogy korai volt az öröm. A vár közeli bástyájáról, ami nagyjából a szikla tetejével lehetett egy magasságban, íjászok vették célba. De csupán két nyilvesző csapódott be a közelében. A katonák remek céllövők lehettek, és a biztos fedezék mögül háborítatlanul lövöldözték rá nyilaikat. Bár elég nagy volt a távolság, tudta, hogy előbb-utóbb eltalálják. Jason, te egy jó indulatú bolond vagy, mondta magának. Megpróbálsz segíteni mindenkinek, végül rajta vesztesz. Úgy döntött, hogy nem néz farkas szemet a halállal, inkább nem is gondol rá. Lesz, ami lesz. Rögzítette egy karabinerrel a kötél végét, és az egész tekercset ledobta a mélybe. A kötél hangos csapódással ért földet. Kerk egy jókora zsák gránátot a hátára erősített, majd erőteljes mozdulatokkal mászni kezdett. Hamarosan elérte a sziklapárkányt. Tudná Tudnál segíteni, hogy átjussak ezen a párkányon? Kiáltotta. Persze. Jason lehasalt a szikla szélére, és lenyújtotta a kezét. Mindketten megfogták egymás csuklóját. Nem lett volna annyi ereje, hogy a piruszit felhúzza, de nem is kellett. Kerknek elegendő volt egy biztos pont, amibe belekapaszkodhatott, és így már könnyedén felkapaszkodott. Nagyszerű, mondta, amint felért, és az ellenségre pillantott. Kezdhetjük! Amint az egymást követő robbanások megrázták a földet, Temucin serege diadalmas kiáltásokkal rohamra indult. A katonák jelentéktelen veszteség árán jutottak át a völgy bejáratát elzáró köveken, és hamarosan elfoglalták az erődöt. Jason leült a földre, és kerket figyelte, amint a píruszi vezér önfelettem bombázza az ellenséget. A terv első része sikerrel zárult. A következő lépés, hogy a pirusziak megnyissák a bányatelepet, és birtokukba vegyék a bolygót. Hosszú küzdelem állt még előttük, de Jason bízott a sikerben. Csak egyre fáradtabbnak érezte magát. 15. Jason Dinalt visszahúzta moropja gyeplőjét, amikor a sziklás dombötetőre ért. A hideg szél az arcába vágott. Odalenn az óceán fodros hullámai csapdosták a sziklákat. A felhőkkel borított alkonyi ég sötétjét csak egy-egy villámlás törte meg. A sziklás domboldalon kitaposott ösvény vezetett lefelé. Amint elindult az ösvényen, észrevette, hogy az nagyon régi út lehet. A nomádok valószínűleg sóért jártak ide. Az űrhajóból készített légi felvételek szerint ez volt az egyetlen hágó, amely megtörve a sziklafensíkot a tengerhez vezetett. Ahogy a tengerhez közeledett, a klíma egyre kellemesebbé vált. A szerpentin utolsó kanyarulatán túl egy öbölbe érkezett, ahol két kisebb hajót pillantott meg, amelyeket a matrózok partra vontattak. A parton pedig néhány színes sátor állt a hajók körül tevékenykedő emberek észrevették Jason közeledését. Magas figura vált ki közülük, és a látogató felé indult. Amint Jason is közelebb ért, leszállt moropjáról, és gyalogosan ment a férfi elé. Elég különös öltözéket viselsz, Rhes jegyezte meg Jason, miközben megszorította barátja kezét. Nem különösebbet, mint te. Felelte mosolyogva a pirusi. Puha bőrből készült ruhát viselt, magas szárú csizmát és fényesre polírozott fémsisakot, melynek tetejéből aranyszínű tüske merett az égre. Rendkívül impozáns látványt nyújtott. Ilyen öltözetet viselnek a kereskedelmi utazói. Úgy hallottam, hogy szépen alakulnak a dolgok a mélyföldön. Még sohasem éreztem ilyen jól magam. A leginkább mezőgazdasági termelést folytató társadalom. Most kezdődött meg a gépesítés korszaka, amely rendkívüli fejlődést jelent az eddigi nehéz fizikai munkával szemben. Az egyes osztályok élesen elkülönülnek egymástól, melynek csúcsán a kereskedők és a katonák állnak. Szerencsére sikerült bekerülnöm a legmagasabb körökbe. Már az üzleti tevékenységbe is elég jól belejöttem. Vásároltam egy üzletházat kamarban, amely egy tengerparti település. Azóta várom a hívásotokat, hogy éjszakra hajózzak. Iszol egy pohár bort. Hát nem egyet. Meg ennék is valamit. Vezes csak elő a legjobb ételeidet. Oda sétáltak az egyik nyitott elejű sátorhoz, amelyben tábori asztal állt, rajta sült és szárított húsz szeletek, valamint néhány palack bor. felvett egy hosszú nyakú zöld üveget, és Jason felé nyújtotta. Ezt kóstold meg. Hat éves, kiváló minőségű bor. Hol egy kés, amivel levághatnám róla a pecsétet? Ne bajlódj vele! Mondta Jason, majd az üveg nyakát letörte az asztal sarkán. Azután hatalmas kortyokkal itta az aranysárga nedűt, amely lecsorgott az állán. Végül az inge ujjával megtörölte a száját. Én barbár vagyok, ne felejtsd el! Ez legalább meggyőzi a hajó legénységét. Barátságosan a matrózok felé intett az üveggel, akik önkéntelenül is a fegyvereik után nyúltak. Egészen jól alakítod ezt a szerepet, jegyezte Megrehes, miközben egy rongyal letörölgette az üvegtörött nyakát, majd töltött egy pohárral magának is. Mi a terved? kérdezte végül. Jason hangos csámcsogással zabálta a sült húst, majd egészségeset fögött, mielőtt válaszolt volna. Temucin sereggel közeledik ide. Bár nem túl nagy sereggel, a harcosok jelentős része visszatért a táborhelyre, miután a mennyit törzset legyőzték. De a mennyitek beszéltek a fejedelemnek a lejáró létezéséről. Sőt, azt is elmondták, hogy itt értékes holmikat lehet cserélni prémekért. Demuthin elhatározta, hogy megnézi ezt a helyet. Körülbelül egy napi lovaglásra lehet. A pirusziak valamivel előtte jönnek. Legyetek készen a fogadásukra! Elhoztad a megbeszélt árut? Persze. Kések, acélnyílhegyek, vasfazekak, só, cukor, meg sok egyéb holmi. Ezek között biztosan akad, ami elnyeri a tetszésüket. Ebben bízom én is, mondta Jason, szomorúan nézve a kiürült üveget. Meginnál még egyet. Igen, de sajnos, azonnal vissza kell mennem a táborba. Ott kell lennem, amikor találkozunk Temucinnal. Ez a megbeszélés rendkívül fontos lesz. Magunk mellé kell állítanunk a törzseket, és rávenni őket a békés kereskedelemre. Tarts hidegen a bort, amíg visszajövök mire Jason megint felkaptatott a hegytetőre, már teljesen besötétedett. A szél odafen szinte késpengeként vágott az arcába. Moropját erős vágtára fogta. Késő délután ért a Piruszi táborba. Szerencsére még időben érkeztél, mondta Kerk. Az űrkomp felemelkedett, és nagy magasságból követi műszereivel Temuchin csapatainak mozgását. Kora délután a pokol kapuja felé vette az irányt. Valószínűleg ott tölti az éjszakát. Soha sem gondoltam róla, hogy vallásos. Én pedig biztos vagyok benne, hogy nem az feleltekerk. De elég jó uralkodó ahhoz, hogy tudja, mire vágynak az emberei. Ez egy szent hely. Talán a pokol hátsó bejárata. Temuchin szeretne áldozatot bemutatni. Remek hely a találkozásra. Menjünk! Az alkony egyre sötétebbre festette az eget, a szél havat kavart az arcukba. Már éjszaka volt, amikor Temucin táborába értek. Az emberek felismerték őket, és mindenhonnan üdvözlő kiáltásokat hallattak. A fejedelem megbeszélést tartott sátrában a tisztjeivel és a törzsek főnökeivel. Kerk és Jason leszálltak hátasaikról, és egyenesen a sátorba mentek. A vezér a trónján ült, tisztjei és a törzsi előjárók félkörben helyezkedtek el előtte. Amint Jason és Kerk belépett, mindenki feléjük fordult. Tuchin szeméből sütött a gyűlölet. Kimerészeli hivatlanul megzavarni Tuchhin tanácskozását. Ki az a temuchin, aki megtiltja kerknek, a mennyit törzs legyőzőjének, hogy részt vegyen a törzsek vezetőinek tanácskozásán? Vágott vissza Kerk vihar előtti csend töltötte be a sátrat. Temuthin volt az első fejedelem, aki összefogta a síkság törzseit. De a törzsek vezetői beleszólást követeltek a döntéseibe. Sokan közülük már megelégelték az önkényeskedését, és szerettek volna másik hadurat választani, aki meghallgatja az ő véleményüket is. Ezért ezt a vitát élénk érdeklődéssel figyelték. Jól harcoltál a mennyitek elleni küzdelemben, mondta Temucin. Épp úgy, mint a többi jelenlévő. Ezért légy üdvözölve, de most távozz. Amit ma megvitatunk, az nem tartozik rád. Miért? Kérdezte Kerg fagyosan. Mit akarsz eltitkolni előlem? Vádolni mersz. Kiáltotta Temucin a kardja után kapva. Nem én vádollak, hanem te hozod magad ebbe a helyzetbe. Titokban összehívod a törzsek vezetőit, azután az egyik törzs előjárójának megtiltott, hogy részt vegyen a tanácskozáson. Ezért megint megkérdezem, mit akarsz eltitkolni? Jelentéktelen ügyről van szó. Tudomásomra jutott, hogy néhány mélyföldi hajó kikötött a parton. Előzőllik a partvidéket, és városokat akarnak építeni. De én elpusztítom őket. Miért? Csak egyszerű kereskedők, mondta Kerk. Miért? Temucin felpattant a helyéről, és dühösen fel alá kezdett járkálni. Nem ismered a szabad emberek énekét. Ezt az éneket én is ismerem, talán még jobban, mint te. A dal azt mondja, hogy el kell pusztítani az épületeket, mert azok csapdát jelentenek a szabad embereknek. Léteznek épületek, amelyeket el kell pusztítanotok? Egyelőre nem, de hamarosan lesznek. A mélyföldiek már sátrakat építettek a tengerparton. Az egyik törzs vezére énekelni kezdte a dal ideillő sorát. Nem ismerünk más otthont, csak a sátrakat. Temuthin igyekezett uralkodni magán, és úgy tett, mintha nem is hallotta volna ezt a közbevetést. Ezek a kereskedők most csak sátrakat vertek a parton, de később egyre többen fognak jönni, és házakat építenek, ahol az árujukat raktározzák. Ha a kisújunkat nyújtjuk nekik, holnap a karunkat akarják. A végén pedig elpusztítanak minket. Most kell végezni velük. Amit Temucin mondott, abban tökéletesen igaza volt. Rendkívül fontosnak látszott, hogy a többi főnök ezt ne lássa be. Kerk néhány másodpercig habozott, ekkor Jason előrelépett. A szabad emberek éneke útmutatást ad nekünk. Mit keres egy dalnok a főnökök tanácskozásán? Kérdezte felháborodottan Temucin. Nem látok más dalnokot, sem közkatonát itt. Azonnal távozz, Jason szóra nyitotta a száját, de belátta, hogy valóban nincs keresni valója a főnökök tanácskozásán egy egyszerű vándorénekesnek. Meghajolt a fejedelem előtt, miközben odasukta kerknek. A közelben leszek, és kapcsolatban maradok veled a dentifon segítségével. Megpróbálok majd segíteni. Kerk bólintott, Jason pedig nem tehetett mást, távozott. Bal szerencse! Azt hitte, részt vehet a tanácskozáson. Amint kilépett a sátorból, az egyik őr elengedte lándzsáját, és villámgyors mozdulattal lefogta Jason mindkét csuklóját. Jason felrántotta a térdét, hogy kifejezést adjon nem tetszésének. A katona fájdalmasan felnyögött, de nem engedte el. Közben a másik hátulról egy vékony bőrszíjat dobott át a fején, és elszorította vele Jason nyakát. Egyetlen hang sem jött ki a torkán. Megpróbált küzdeni, de a szorítástól eltompult az agya, és hirtelen elsötétült előtte a világ. 16. Valaki egy marék havat dörzsölt szét Jason arcán. A hó teljesen eltömítette az orjukait. Köhögni kezdett. Amint kitörölte szeméből a havat, észrevette, hogy a földön térdel, és két katona áll mellette kivont karddal. Még éjszaka volt, csupán a fákják fénye világított. Ismeritek ezt az embert? Kérdezte egy jellegzetes hang. Jason Tompa agya ellenére azonnal felismerte, hogy Temucin tette fel a kérdést. Két férfi lépett ki a sötétből. Igen, Lord Temüchin felelte az egyik. Ez az a másik világból jött idegen, aki a hatalmas, repülő hajóval érkezett. Elfogtátok, de később megszökött. Jason közelebb hajolt a beszélő férfihoz, és karvajorráról azonnal felismerte orai jelt, a vándorénekest. Soha sem láttam ezt az embert, csak hazudik felelte Jason. Torka iszonyúan fájt, ahol a bőrszíj elszorította. Jól emlékszem rá, nagyuram. uram. Szökése közben megtámadott engem. De hiszen te magad is találkoztál vele. Igen, láttam őt. Temuthin közelebb lépett, és alaposan megnézte Jason arcát. Kétségtelenül ő az. Ezért tűnt mindvégig olyan ismerősnek. Milyen ostobaságot hortok itt össze, mondta Jason, miközben megpróbált talpra állni. Temuthin megragadta a karját, majd hanyat lökte. Jason elesett, és érezte, hogy egy szakadék szélén fekszik. Mond el az igazat, bárki vagy. A pokol kapujában fekszel, és egyetlen mozdulattal lelökhetlek a mélybe. Nem menekülhetsz. De talán mégis megkegyelmezek neked, ha elmondod az igazságot. Miközben beszélt, megragadta Jason ruháját, és kivonszolta teljesen a szikla szélére, hogy csupán ő tartotta vissza a lezuhanástól. A sötétben Jason nem láthatta Temucin arcát, de ismerve a hadurat, tudta, hogy úgy sem számíthat kegyelemre a legfontosabb, hogy megvédje a pírusziakat. Elmondom a teljes igazságot. Valóban egy másik világból érkeztem. Azért jött én, hogy segítsek nektek. Véletlenül találkoztam a dalnok Jasonnál, aki haldoklott. Elhatároztam, hogy felveszem a nevét. Még szinte gyermekkorában megszökött a törzsétől, ezért abban bíztam, hogy már senki sem ismeri fel. De azt jól tudod, mennyit segítettem nektek, és ha szabadon engedsz, még többet segíthetek. Kerk hangja jutott el a fülébe a dentifonon keresztül. Jason, merre vagy? Miért jöttél ide? Talán azért, hogy segíts a mélyföldieknek városokat építeni a birodalmamban. Engedj szabadon! Ne löki be a pokol kapujába, és mindent elmondok. mucin habozott. Minden szavad hazugság. Nem tudom, mit higgyek el belőlük. A fákják fényében meglátta Temucin arcán a gúnyos mosolyt. De teljesítem a kérésedet, és elengedlek. És valóban elengedte. Jason érezte, hogy zuhanni kezd. Hirtelen beleütközött egy kiálló sziklába. Megpróbálta elkapni, de ujjai lecsúsztak róla, és tovább zuhant. Nem tudta, milyen mélyre esett, de legnagyobb csodálkozására életben maradt. Letörölte arcáról a nedvességet, és rádöbbent, hogy az hó. Az mentette meg az életét. A pokol kapuját a vihar hótakaróval borította be, amely felfogta a zuhanását. Amíg élek, remélek, jegyezte meg kissé meggyőződéstelenül. Abban bízott, hogy kerk kiszabadítja a szakadék mélyéről. De a dentifon nem adott életját. Zuhanása közben biztosan többször keményen ráharapott, és a parányi készülék tönkrement. Megint magadra maradtál, öreg fiú, mondta hangosan. Teljes sötétség vette körül. Megtapogatta ruháját, és rémülten fedezte fel, hogy a medikitnek nyoma veszett. A kését sem találta sehol. Csupán a kis zseblámpa maradt megruhája titkos rekeszében. Még akkor rejtette oda, amikor a hegymászó felszerelést elhozták. Kivette a zsebéből, és bátortalanul felkattintotta. Attól félt, hogy nem fog működni. És valóban nem is működött. Néhány percig forgatta a kezében, azután tétova mozdulattal megint kipróbálta. Erős fénynyaláb villant a szemébe. Jó leső érzés fogta el. A lámpával körbevilágított, hogy megnézze, hová került. A levegő rendkívül fagyos volt, ráadásul a derékig érő hóban kellett botorkálnia. Minden oldalon sima felületű fekete sziklák emelkedtek, amelyek magasságát nem tudta megítélni a sötétben. Hirtelen éles kiáltás törte meg a csendet, és a magasból egy sötét tömeg zuhant le a vastag hóra. Amint a lehajított férfi megpróbált talpra állni, Jason felismerte árulóját, orajját. Mi ez tűnődött Jason, Temuchin elnémítja a szemtanúkat. Ez nem val rá. Orai szája továbbra is nyitva maradt, mintha szólni akart volna, de több hang nem hagyta el a torkát. Jason elhatározta, hogy körüljárja a sziklabörtönt. Amint kicsit odébb ment, a talajt rendkívül puhának érezte. Hirtelen gyanút fogott, és azonnal vissza akart menni, de már elkésett. Hangos recsenés törte meg a csendet. Súlya alatt beszakadt a jég, és derékig süllyedt a hideg vízbe. Riadtan húzódott hátrább, majd megkönnyebbülten sóhajtott fel, amint lába alatt egyenetlen sziklákat érzett. A lámpa fénye sima víztükörről verődött vissza. De a megkönnyebbült sóhaj korainak bizonyult. Bár újai elérték a sziklafalat, érezte, hogy testét valamilyen áramlat kezdi lefelé húzni. Újai végül elengedték a sziklákat, és a sebes áramlat magával ragadta. Karjaival, lábaival keményen küzdött, hogy a felszínen maradjon, de a víz olyan hideg volt, hogy izmai teljesen megdermettek. Azután az áramlat lehúzta a mélybe. Utolsó erőfeszítésével még fenntartotta magát addig, míg tüdejét teleszívta oxigénnel. A víz egyre csak sodorta, nem látott semmit. Tüdeje pattanásig feszült. Rettenetesen bergődött, azután feladta. Úgy érezte, nem tudja tovább visszafolytani a lélegzetét, és megfullad. Hirtelen megint a víz felszínére került. Zihálva szette a levegőt. A sebes áramlat lelassult, és körülnézve látta, hogy valami víz alatti sziklabarlangon keresztül egy öbölbe érkezett. Kimászott a partra, és elnyúlt a sziklákon. Körülötte minden teljesen sötét volt. Nem tudta eldönteni, hogy tónak vagy tengernek a partjára érkezett. Azt sem tudta, merre induljon. Legszívesebben ott maradt volna, de tudta, hogy a hideg hamarosan megdermesztené a testét, végül pedig megfagyna. De ahhoz, hogy elinduljon valamerre, tudnia kéne, hogy hol van. Lámpájával végigpásztázta a mellette emelkedő sziklafalat. Meglepődve tapasztalta, hogy nem lát sehol havat. Hirtelen tudatába hasított a felismerés, ez egy barlang. A pokol kapuja nyilván egy vízgyűjtő sziklamélyedés lehetett, amely elvezette a felszíni vizeket, és ezen a barlangon vagy barlangrendszeren keresztül eljuttatta a tengerbe. Úgy érezte, küzdelme még mindig nem ért véget. Ki kell jutnia a barlangból a felszínre, de azt sem tudta, merre induljon. A víz valahol biztosan utat talál magának a szabadba, de lehet, hogy közben olyan járatokon megy keresztül, ahol nem tudna levegőhöz jutni. Kelj fel, és indulj el valamerre. Mondta magának. Kimászott teljesen a partra, és a homokon lábnyomokat fedezett fel. Lehetséges, hogy más is járt itt előtte. A lábnyomok élesen rajzolódtak ki. Úgy tűnt, mintha frissek lennének. Bár ezt nehéz volt megítélni, mivel a barlangban nem moshatta el őket az eső, és nem hordott rájuk homokot a szél. Elhatározta, hogy követi a nyomokat nedves ruhájában rettenetesen fázott. A barlangban hűvös volt a levegő, de nem volt annyira hideg, mint odafenn a pusztaságban. A lábnyomok hamarosan egy szűk átjáróhoz vezettek, amely újabb barlang bejárata lehetett. Alagútszerű járatba került, amely egyre alacsonyabbá vált, végül a keskeny part menti sáv is eltűnt a víz alatt. Jason beleereszkedett a sekély vízbe, és úgy haladt tovább. Azután a barlang kiszélesedett, és a nyomok ismét megjelentek a partmenti homokban. Jason leült, hogy néhány percet pihenjen, és a kimerültségtől azonnal elaludt. Arra ébredt, hogy egész testereszket a hidegtől. Óriási akaraterővel kényszerítette magát, hogy tovább menjen. Az öve egyik rekeszébe rejtett óra még működött. De az idő jelentéktelennek tűnt a végtelenben nyúló barlangrendszerben. Sokáig bandukolt a járatokban, alagutakban, amelyek tökéletesen egyformának látszottak. Azután megtalálta azt az embert, akinek a nyomait követte. A falnak támasztva hátát, a homokos parton ült. Messiről úgy látszott, mintha aludna. Hello! Kiáltott rá Jason, de a férfi nem mozdult. Amint közelebb ért hozzá, észrevette, hogy a férfi örökálmát alussza. És ki tudja, milyen régóta? A barlang baktériumoktól mentes mikroklimájában a testek rendkívül lassan kezdenek oszleni. Sőt, inkább mumifikálódnak. Ez az ember talán egy éve üldögélt a fal mellett, de az is lehet, hogy már száz éve pihen. A bőr ráaszalódott a csontokra, szemebe esett, szájából kilátszottak megsárgult fogai. Egyik kezében még mindig szorongatta a rozsdás pengéjű kést. Jason óvatosan lefejtette a halott testét borító prémöltözéket. Azután levette saját, csuromvíz ruháját, és magára öltötte a halottét. Bármennyire írtózott tőle, mégsem tehetett mást. A száraz holmi talán az életet jelentette számára. Saját ruháját kiterítette, hogy minél hamarabb megszáradjon, azután leheveredett a földre, és elaludt. 17. Az emberek azt mondják, ha minden sokáig változatlan marad, akkor nem lehet megállapítani az idő múlását. Bár csak tudnám, mióta vagyok itt. Dünnyögte Jason. De azt hiszem, már hosszú ideje. A barlang kisebb folyosókká ágazott szét. A halott embertőrével jelet rajzolt a sziklára az egyik alagút bejárata mellé. A másik járat mellett már ugyanilyen jelzés díszelgett az nem vezetett sehová. Jason letérdelt, és ivott a friss forrásvízből, majd elindult a következő folyosón. 1803-1804 számolt a ballábának minden harmadik lépését. Az egész értelmetlennek tűnt, de mégis erőt adott neki, hogy hallja a saját hangját a halotti csendben. Gyomrát már régóta mardosta az éjség. Legalább ivóvízzel jól el volt látva. Téged már láttalak egyszer, te átkozott útkereszteződés. Köptele elkeseredetten saját jelzését. Azután újabb jelet rajzolt az előző fölé. Reket hangon felnevetett. Rettentően éhes és fáradt volt. Az ember elég sokáig bírja ennivaló nélkül. De vajon meddig tud járni? Pihenjünk egy kicsit. Kérdezte önmagától ahogy jónak látod, aranypajtás válaszolta. Ez a járat lefelé kanyargott, és egy idő után úgy tűnt, mintha a tenger sós illatát erezné. Leült, hogy erőt gyűjtsön. Újai megérintették a karját, majd a vállát. Alig maradt hús a csontokon, azt is számtalan helyen lehorzsolta. Végre talált egy száraz, homokos helyet, valóságos luxusnak tűnt. A barlang itt kiszélesedett, és a víz is sokkal mélyebb volt, mint eddig, ízre viszont semmit sem változott. Lekuporodott a homokra, és elaludt. Amikor felébredt, tovább akart indulni, de alig tudott felállni. Úgy döntött, hogy üldögél még egy darabig. Amint a sima vízfelületet bámulta üveges szemekkel, felfigyelt rá, hogy nem olyan, mint eddig. Valami itt nincs rendben. Azután észrevette, hogy valahol a távolban a víz egy kis helyen világoskék. kék. Agya már annyira eltompult, hogy sokáig kellett töprengenie azon, mi lehet ennek a magyarázata. Eleinte azt hitte, hogy csak képzelődik, az éjség elvette az eszét. Behunta a szemét, azután megint kinyitotta, de a világos folt még mindig ott ragyogott. Felkapcsolta a lámpáját, az erős fényben a víz mindenütt egyformán feketének látszott. Ha ott valóban fény szűrődik a barlangba, akkor az a nyílás a szabadba vezet. Ez az egyetlen lehetőségem, hogy kiussak ebből a csapdából. Közelebb érve keserűen tapasztalta, hogy a szabadba vezető nyílás mélyen a vízfelszín alatt helyezkedik el. Sűrűn egymás után nagyokat lélegzett, hogy a hiperventiláció megtöltse oxigénnel az egész véredényrendszerét. Azután beleugrott a vízbe, és úszni kezdett egyre mélyebbre. A víz dermesztően hideg volt, de erre számított. Minden erejét összeszedve úszott. A víz áttetszővé vált. Tüdeje pattanásig feszült, amikor a nyílás közelébe ért, úgy érezte, hogy nem bírja tovább. De az áramlat magával ragadta, és könnyedén átcsodorta a nyíláson. Már csak fel kellett úsznia a felszínre. Végtagjai elzsibbadtak az oxigénhiánytól, és azt hitte, mindjárt szédurran a feje. Hirtelen elérte a felszínt, ahol akkorát fújtatott, mint egy bálna. Parányi öbölbe érkezett, amelyet vízbe hajló fák öveztek. Kimerültsége ellenére megcsodálta a táj szépségét. Megérkezett a mélyföldre. Alig tudott kimászni a partra, azután sokáig feküdt a fűben, míg végül összeszedte az erejét. Közben arra gondolt, ha itt bárki meglátja ebben a lompos szőrmeöltözetben, rögtön végez vele. Ezért levette magáról a vastag prémekből készült felső ruhát. Itt már sokkal kellemesebbnek tűnt az időjárás, ezért a vékony, finomra cserzett bőruha elegendőnek bizonyult. Egész nap kitartóan gyalogolt. Alkonyatkor végre találkozott valakivel. Magas, egyenes tartású férfi közeledett felé. Látszólag katonai ruhát viselt, egyik kezében íjat tartott, a másikban szépen megmunkált alabárda. A férfi néhány kérdést tett fel neki, amelyekből Jason egy szót sem értett. Igyekezett szerencsétlennek és gyámoltalannak látszani. Borostás arca, szakadozott ruhája minden esetre szánalomra méltóvá tette. Feltehetően a katona is csupán sajnálatot érzett iránta, mert nem tett fenyegető mozdulatot. Jason megpróbálta elnyerni a katona bizalmát. Tudta, hogy ebben az állapotában ez az életerős fiatalember keresztben lenyelhetné őt. Jason is értelmetlen szavakat kezdett mormolni. A katona közelebb lépett hozzá. Abban a pillanatban Jason teljes erőből gyomorszájon vágta. A fiatalember kisé előre görnyett, majd merev tartással, egyetlen hang nélkül hanyat esett. Azt hiszem, kezd ismét mellém szegődni a szerencse, jegyezte meg vidáman Jason. 18. Rehás az irodájában volt, éppen befejezte a könyvelést, amikor kiáltozásra lett figyelmes. Úgy tűnt, mintha valaki mindenáron be akarna jutni hozzá de nem törődött vele, a két piruszi elment, és minden munka az ő nyakába szakadt. Nem szerette a váratlan látogatókat, és a testőre, Ritzlan mindig remekül megoldotta az ilyen apró problémákat. A kiáltozás hirtelen abba maradt, és olyasféle zaj hallatszott, mint amikor egy test a földre zuhan. Rás már két napja nem aludt, ezért nem volt rózsás hangulatban. A pirusziakat ilyenkor jobb messze elkerülni. Amint kinyílt az ajtó, Res felállt azzal a határozott szándékkal, hogy menten agyonüti a hívatlan látogatót. A szobába egy szakállas katona lépett be, aki az alabárdosok egyenruháját viselte. Res ökölbe szorította kezét. Mi baj van? Úgy nézel ki, mint aki meg akar ölni, mondta a katona piruszi nyelven. Jason! Kiáltotta Res, majd megölelte barátját csak óvatosan, mert összeroppantasz, főleg a milyen kondícióban most vagyok. Azt hittük, meghaltál. Mi történt? Szívesen elmesélem egy terített asztal mellett. Közben én is kíváncsi vagyok a fejleményekre. Utoljára a törzsfők tanácskozásáról tudok, bár arról sem sokat, mert azonnal lehajítottak a szikláról. Hogy halad a kereskedelem? sehogy felelte komoran rhes, miközben húst és kenyeret vett elő a szekrényből. Majd egy üveg bort tett az asztalra. Miután eltűntél, az egész terv szétesett. Kerk még hallotta a hangodat a dentifonban, és csak nem halára hajszolta a moropját, hogy időben odaérjen a pokol kapujához, de már elkésett. Volt ott még egy dalnok, aki azt állította, hogy Kerk is külhoni, ezért őt lerúgta a szikláról, mielőtt még túl sokat okoskodhatott volna. Temuchin és Kerk annyira mérges volt, hogy majdnem egymásnak ugrottak, de Kerk végül belátta, hogy jobban teszi, ha inkább megpróbálja véghez vinni a tervedet. És sikerült. Sajnálom, hogy ezt kell mondanom, de nem. Temucin meggyőzte a legtöbb törzs vezetőjét, hogy harcoljanak és ne kereskedjenek. A pírusziak visszaindultak az űrhajóhoz. Már csak én maradtam itt, hogy felszámoljam ezt az üzletet. A terv csődöt mondott, ezért úgy határoztunk, hogy visszatérünk a píruszra. Azt nem tehetitek? Kiáltotta Jason, és majdnem megfulladt a szájában lévő hatalmas húsdarabétéól. Nincs más választásunk. De most meséld el, hogyan kerültél ide? Még aznap éjjel leeresztettünk néhány embert a pokol kapujába, de nem találtak sehol. Arra gondoltak, hogy beszakadt alattad a jég, és elsodort az áramlat. Valóban így történt. Szerencsére vastag hórétegre estem, és nem lett semmi bajom. Azután elhatároztam, hogy kicsit körülnézek, és akkor beszakadt alattam a jég az áramlat egy barlangrendszerbe sodort, ahol magam sem tudom, mennyi ideig bolyongtam. Végül egy víz alatti kijárón a szabadba jutottam. A barlang egy vízgyűjtőrendszer, amely ide, a mélyföldre vezet. Azután elindultam, hogy megkeresselek. Útközben leütöttem néhány helybélit, de sikerült ideérnem. Szerencséd volt. Holnap már nem találtál volna itt. Az űrkomp sötétedés után vesz fel, és a találkozó helyig még tíz kilométert kell evezni. Felőlem azonnal indulhatunk, amint megettem és megittam mindent, ami az asztalon van. Rádión értesítem kerket, hogy előkerültél. Ez a hír bizonyára késleltetni fogja az indulást. Alkonyatkor kimentek a sziklás tengerpartra, és útnak indultak resz csónakjával. Hamarosan elérték a megbeszélt helyet, ahol megálltak, és csendesen várakoztak az űrkompra. A sűrű csendet csak a sirályok rikoltozása törte meg. Amint a komp felszette őket, Jason elnyújtózott a másodpilóta ülésében. Az utazás nem tartott sokáig. A piruszi törzs érkezését másnapra várták. Jason elfoglalta régi kabinját, amely távollétében semmit sem változott. A könyvtárobot ott állt némán a sarokban. Mi a fenének kellett ezt megvennem? Tűnődött Jason. Kidobtam egy halompénzt az ablakon. Megnyomta az indítógombot. Mire vagy te jó tulajdonképpen? Kérdezte a robotot. Határozza meg a jó, konkrét fogalmát. Te csak okoskodni tudsz. De hol voltál, amikor szükségem lett volna rád? Itt tartózkodtam mindvégig, ahol elhelyeztek. Bármilyen kérdésre tudok válaszolni, de az önkérdése értelmetlen. Ne sértegesd a gazdád! Ez parancs. Igen, uram. Ez mindjárt más. Jason töltött magának egy erős italt, azután kényelmesen elhelyezkedett a fotelben. Örült, hogy beszélgető partnerre akadt a barlangban töltött magányos napok után. Fogadjunk, a tervemmel kapcsolatban az a véleményed, hogy poroljuk el a nomádokat, és nyissuk meg a bányát. Semmit sem tudok az öntervéről, tervéről, uram. De ha akarja hallani a véleményem. Nem kérdeztem a véleményed. Biztosan azt hiszed, hogy jobb tervet tudnál készíteni, mint az enyém. Konkrétan milyen tervről van szó? Hogy megváltoztassuk-e egy népkultúráját? De nem kérdeztem a véleményed. A kultúraváltoztatásra vonatkozó utalások a történelem és antropológia című fejezetben találhatók. Ha óhajtja, ismertetem ezt a részt. Jason nagyot kortyolt az italából. Igen, óhajtom! Ismertesd ezt a fejezetet! Jason kikapcsolta a robotot, majd hátradőlt a fotelben. A megoldás mindvégig ott szerepelt a robot adatbankjában. Kár, hogy nem korábban konzultált a robottal. De talán még most sem késő. Miért ne? Még mindent vissza lehet csinálni. Bár legfőképpen abban kételkedett, hogy sikerül meggyőznie a pírusziakat. Mindannyian ellenezni fogják. Akkor viszont nélkülük valósítja meg. Az órájára pillantott még maradt egy kis ideje a harcosok megérkezéséig. Kedves hangú levelet hagyott hátra Méta számára, amelyben utalt a terveire. Azután megkérte hogy vigye az űrkompal Temuchin táborának közelébe. A pilóta nem kérdezett semmit, némán engedelmeskedett. Talán még meg lehet csinálni, és ha igen, akkor ő megteszi. 19. Temuchin kivont karddal rontott be a sátrába. Gyere elő! Kiáltotta. A testőröm ájultam fekszik odakin. Gyere elő, különben megöllek. Egy sötét ruhás alak lépett ki az árnyékból, és levette fejéről a csukját. Te suttogta döbbenten temuchin, elejtve a kardját. Nem lehetsz itt. A saját kezemmel öltelek meg. Démon vagy. Azért jöttem vissza, hogy segítsek neked, Temucin. Új világot nyitok meg előtted, amelyet meghódíthatsz. Aki a pokol kapujából visszatér, az csak démon lehet. Egy dalnok azt állította, külhoni vagy, a pirusziak azt mondták, a törzsükhöz tartozol. Azután idejössz, és felajánlod a segítségedet. Gondolj rólam, amit akarsz. De hallgassd meg, amit mondani fogok. Nem. Ha meghallgatom, átkozott leszek. Felkapta a kardját a földről. Jason sietve folytatta a mondandóját, mielőtt az életéért kellett volna harcolnia. A pokol kapuja egy barlangrendszerbe vezet, nem a pokolba, ahogy ti gondoljátok. Ezen a barlangrendszeren keresztül pedig el lehet jutni a mélyföldre. Meg tudom mutatni az utat. A barlangon át egész hadsereget vihetsz le a mélyföldre, amely előzönli a lenti világot. Itt uralkodsz a pusztán, de leigázhatsz egy újabb kontinenst. És erre csak te vagy képes. Temuchin leengedte a kardját, de szemei Jason arcát fürkészték. Te csak démon lehetsz, és én nem ölhetlek meg, mert ezt egyszer már megtettem. Te vagy az egyetlen, aki tudod, mennyire elfásultam. Uralom a pusztát, de már nem lelem benne örömöm. Nincsenek igazi, nagy csaták, újabb területek, amelyeket meghódítanék. Éjszakánként azokról a gazdag mélyföldi legelőkről, erdőségekről, a kanyargó folyókról álmodozom. Harcosaimat nem tudná megállítani sem a puskapor, sem a szervezet hadseregük. Bár csak eljuthatnék oda. Lerombolnám a városaikat, meghódítanám az egész kontinenst. Igen, megteheted ezt, nagy Temucin, világok ura. Temucin az ajánlatot fontolgatta. Rendben van, elfogadom a segítségedet, démon, bár tudom az árát. De addig nem viheted el a lelkemet a pokolba, amíg mindent le nem igáztam. Nem vagyok démon, Temucin. Ne nevettes. Én tudom legjobban az igazságot. Amit a dalnokok énekelnek, az mind igaz. Csak én nem hittem benne eddig. Elfogadom az ajánlatodat. Nevezd meg a halálom módját és időpontját. Ezt nem tudom. Megértem, hogy nem akarod elárulni. A helyedben én sem tenném. De nem baj. Egyeséget kötöttünk, tiédő lehet a lelkem, de csak azután, hogy leigáztam a mélyföldet. Te pedig cserében hozzásegítesz ehhez. Meg fogod hódítani a mélyföldet. Többet ne mondj. Meggondoltam magam, nem akarom tudni, mikor ér el a végzet. Jól van, gondolj, amit akarsz. Csak adj mellém néhány ügyes embert, és megnyitom számodra az utat a mélyföld felé. Őket követheti az egész hadsereged. Lemernek majd ereszkedni. Temuchim felnevetett. A pokolba is követnének engem, ha azt parancsolom nekik. Remek! Kezet rá! Miért ne?! Előbb-utóbb úgyis a pokolba kerültem volna. Ezen az egyezégen én csak nyerhetek. Nem félek megszorítani egy démon hideg kezét. Jasont bámulatba ejtette a fejedelem bátorsága. Húsz! Hadd beszéljek vele! kérte Méta. Kerk azonban félretolta maga elől a lányt, és határozott mozdulattal megmarkolta a mikrofont. Figyelj rám, Jason! Mondta hűvösen. Ebben a vállalkozásban egyikünk sem kíván támogatni. Nem kell megmagyaráznod a terveidet, úgyis csak pusztulást hoznak mindenkire. Ha Temuthin elfoglalja a mélyföldet is, semmiképpen sem nyithatunk bányákat ezen a bolygón. Rhes visszatért Amba, és szervezi az ellenállást az invázióddal szemben. Sokan közülünk csatlakozni akarnak hozzá. Utoljára kérlek, hagyd abba ezt az őrültséget, mielőtt még nem késő. Kerk! hangzott Jason hangja a kommunikátorból. Hallottam a szavaidat, és megértlek benneteket, de már nem lehet visszakozni. A hadsereg jelentős része átjutott a barlangrendszeren, és zsákmányoltak moropokat a mélyföldi farmerektől. Temucint már nem lehet megállítani. A mélyföldiek talán legyőzik őket, bár ezt erősen kétlem. Jason! Kiáltotta Méta. Ezt nem teheted. Éppen te mutattad meg nekünk, hogy az élet nem csak örökös harcból áll. Hittünk neked, végül beláttuk, hogy igazad van most úgy tűnik, mintha elárultál volna minket. Megmutattad, hogyan élhetünk békében, de amit most teszel, az rosszabb bárminél, ami a Piruson valaha történt. Ott legalább a saját életünkért harcoltunk. Te pedig elvezetted azt a szörnyetek Temuchint egy másik világba, ahol ártatlan emberek ezreit mészárolja le. Milyen magyarázatot tudsz erre adni? Jason néhány másodpercig hallgatott. A teremben összegyűlt pirusziak feszült csendben várták a válaszát. Méta, sajnálom. Szerettem volna megmagyarázni neked, de már késő. Keresnek engem, és el kell rejtenem a rádiót, mielőtt ideérnek. Higgyétek el, hogy helyesen cselekedtem. Bízzatok bennem. Egy régi bölcs egyszer azt mondta, hogy nem készíthetsz omlettet anélkül, hogy feltörnéd a tojást. Társadalmi változásokat nem hozhatsz létre, hogy valaki meg ne sérüljön. Most sok ember megsebesül és meghal, de hidd el, hogy tisztában vagyok vele. Nem beszélhetek tovább. Hangja suttogóvá vált. Méta, ha nem látnál többet, a könyvtárobot adattárolójában megtaláljátok a magyarázatot, miért tettem így. Nagyon kevés időm maradt. Szerettem volna, ha nem rádión keresztül kell elmondanom neked, de félek, hogy már nem látjuk egymást többé. Sokkal erősebb vagy nálam, a reflexeid messze felülmúlják az enyémeket, de mindezek ellenére mégiscsak nő vagy. Az ördögbe. Meg akarom mondani neked, hogy nagyon szeretlek. Amint az adás megszakadt, Méta elfordult, hogy Kerk ne láthassa az arcát. Hirtelen éles kiáltás zavarta meg a szoba Kerk, itt a rádiószoba! Segélykérő jelzés érkezett a Pirusról a hipertéri adón keresztül. Kapcsoljátok ide! Először zümmögő hang hallatszott, azután egy izgatott hang kezdett beszélni. Figyelem valamennyi közvetítő állomásnak! Sürgős üzenetet szeretnék eljuttatni a Boldogság bolygóra. Kócáma, Amarónapi 290.633.087. Az üzenet szövege a következő: Kerk vagy bárki, aki hal minket. Ismeretlen életforma támadott meg minket, és sikerült betörnie a városba. Egy elszigetelt részre húzódtunk vissza, de hagyományos fegyverekkel nem tudjuk sokáig visszatartani őket. Ha tudtok, azonnal gyertek vissza a rádió üzenetet az űrhajó valamennyi részén hallani lehetett. A szobát döbbent csend töltötte be, amelyet hamarosan közeledő lábdobogás és izgatott kiáltozás zavart meg. Amint az első ember bedugta fejét az ajtón, kerk felállt, és parancsokat kezdett osztogatni. Mindenki foglalja el a helyét. Hívjátok be a külső őröket, és helyezzétek készenlétbe a hajtóműveket. A foglyokat engedjétek szabadon. Hamarosan felszállunk. Efelől senkinek sem volt kétsége. Egyetlen Piruszi sem döntött volna másként a helyében. És Rhes? Kérdezte Méta. Mi lesz vele? Kerk gondolkodott néhány másodpercig. Nem tudjuk magunkkal vinni. Itt hagyjuk az ősiklót az egyik szigeten. Onnan rádiókapcsolatba is léphet velünk. Az ősiklót lezárjuk, nehogy illetéktelenek kinyithassák. Hagyunk itt gyógyszereket és egy hipertéri adót. Jól meg lesz, nem kell őt félteni. Biztosan rosszul esik majd neki, hogy elmentünk nélküle. Hidd el, nem tehetünk mást. A város, ami mindennél fontosabb volt számukra, és ott élő társaik veszélybe kerültek. Segíteniük kellett. Méta vezette az űrhajót, és maximális gyorsulással indított. Amint kiértek a bolygó légköréből, azonnal betáplálta a pályaadatokat a hipertéri komputerbe, és azonnal fénysebességre kapcsolt. Amikor az űrhajó kitört a hipertérből, és lecsökkentette sebességét, minden férfi és nő teljes felszerelésben várta a leszállást. Hamarosan elérték a pirusz atmoszféráját. Méta nem állt orbitől is pályára, hogy fokozatosan közelítse meg a felszínt, hanem meredek szögben ereszkedni kezdett. Az űrhajó külső burkolata annyira felmelegedett, hogy a légkondicionáló berendezések nem tudták teljesen lecsökkenteni a forróságot. De a pírusziak nem törődtek ilyen apróságokkal. A monitorok képernyőin már látták, hogy a dzsungel szinte teljesen beborította a várost a peremvidéket alkotó falakat nem is lehetett látni. A belváros magas épületeit teljesen körülfonták az indák. Különféle állatok szaladgáltak a kihalt utcákon. Leszálltak az űrkikötő betonjára, és ott várakoztak. De embereket sehol sem láttak. Nem tudom elhinni, hogy mindannyian meghaltak. Keressük tovább őket. A műszerek minden négyzetcentimétert átkutattak. Kergdöbbenten nézte a hihetetlen pusztítást. Mindannyian tudtuk, hogy ez egyszer bekövetkezik, mondta csendesen. Harcoltunk ellene, azután megpróbáltunk letelepedni egy másik bolygón, ahol kudarcot vallottunk. Közben társaink itt küzdöttek tovább, és most mindennek vége. Harcoljunk mi is! kiáltottatlon. Nincs már miért harcolnunk, mondta Teca. Ahogy Kerk mondta, mindennek vége. Lövéseket hallottak a közelből, és reményeik hirtelen felé lettek. De hamarosan kiderült, hogy egy automata ágyútorony adott le néhány lövést. Azután kifogyott belőle a lőszer, és örökre elnémult. Néhány perccel később gyenge rádióadást észleltek. Res régi támaszpontjáról Naksa keresett kapcsolatot velük. Itt Naksa, halljátok az adást! Kerk vagyok, tisztán hallunk. Nemrég érkeztünk, de már túl későn. Több napot késtetek, mondta Naxa. Majd röviden összefoglalta a történteket. Nem hallgattak ránk. Amikor az ismeretlen organizmus megtámadta a várost, felajánlottuk nekik, hogy kihozzuk őket, de nem egyeztek bele. Azt mondták, az életük árán is meg kell védeniük a várost. Amikor a peremvidék falai leomlottak, mindenki egy hatalmas épületbe menekült. De az organizmus összeroppantotta az épület falait. Elhoztuk a bányából az ásógépeket, és akit lehetett, kimentettünk a romok alól. Sok gyermeket és nőt sikerült megmentenünk. Ők biztosan a föld alatti szinteken tartózkodtak a sebesült és eszméletlen férfiakat is magunkkal vittük, de a többiek még ezek után is a városban maradtak. Azután minden elcsendesedett. Később visszamentünk, hát ha segíthetünk még valakin, de már mindannyian meghaltak. Csak brutco utolsó feljegyzéseit hoztuk magunkkal. Nem tehettek mást, egész életükben erre nevelték őket, jegyezte meg keserűen kerk. Mondd meg, hol vannak a túlélők, és azonnal értük megyünk. Naksa megadta a koordinátákat, majd megkérdezte. Most mit fogtok csinálni? Nem tudom, majd még hívunk. Tényleg, mit fogunk most csinálni? Kérdezte Teca. Itt már semmi keresni valunk. Ugyanez a helyzet a boldogság bolygón is. Addig, amíg Temuchin uralkodik, nem nyithatjuk meg a bányákat, felelte Kerk. Menjünk vissza, és öljük meg Temuchint. Javasolt a teca. Szeretett volna valakin bosszút állni szerencsétlenül járt társai miatt. Azt nem tehetjük, mondta Kerk. De később megvitatjuk a továbbiakat. Most menjünk el a túlélőkért. Mindent elvesztettünk, suttogta méta. Kínos csend töltötte be a termet. 21. Négy katona bevonszolta Jasont a szobába, azután lelőtték a földre. Miközben megpróbált felállni, Temucin kizavarta a katonákat. Jason megdörzsölte az arcán keletkezett zúzódást. Gondolom, komoly oka lehet ennek a bánásmódnak, jegyezte meg. Temucin nem szólt semmit, csak felalájárkált. A szoba távoli sarkában megállt egy pillanatra, és kinézett az ablakon. Azután dühötten le akarta tépni a falról a drapériát, de az erős vaskeret nem engedte, hanem azzal együtt leszakadt. Temuthin az egészet kihajította a csukott ablakon, hatalmas csörömpölést keltve. Vesztettem. Kiáltotta. Nem, te győztél, mondta a csendesen Jason. Ne tettest magad bolondnak. Már előre tudtad, hogy mi fog történni. Tudtam, hogy győzni fogsz, és így is történt. A hadseregüket szétverted, a katonáid előzöllötték az egész mélyföldet, és a tisztjeid uralkodnak valamennyi városban. Miközben te itt vagy Eolasairban, és uralkodsz az egész világ felett. Ne próbálj tréfát űzöni velem, démon. Magam is tudtam, hogy ez így lesz. Csak azt nem sejtettem, hogy ennyire gyorsan diadalmaskodom. Több időt kellett volna adnod. Miért? Kérdezte Jason, miközben felállt a földről. Amikor alkut kötöttem veled, még nem sejtettem, hogy nem csupán az én életem a tét, hanem az embereimé és az egész nomád életformáé. Már valamennyien házakban, városokban élnek. Add nekik vissza a szabad életet. Vigyél magaddal a pokolba, de őket hagyd visszatérni a pusztai élethez. Nem tehetem. Nem. Kiáltotta Temucin, és rávetette magát jasorra. Azt parancsolom, hogy csináld vissza az egészet. Ordította, Jason nyakát szorongatva. Nem tudom, de még ha módomban állna, sem tenném. Akkor vesztettél el mindent, amikor megnyerted ezt a háborút. És én pontosan ezt akartam. A nomád életformának vége. Kezdettől fogva erre törekedtél. De miért? Ennek számtalan oka van. Legalább egyet mondj. Véget kellett vetni az örökös háborúskodásnak és gyilkolásnak. Éld le az életed, te muchin, és haj meg békességben. Te vagy fajtád utolsó hírnöke, és halálod után ezen a bolygón új élet kezdődik. Ennyi az egész. Nem, voltak más szempontok is. Azt akartam, hogy a külhoniak bányatelepeket létesíteszenek a pusztaságban. Most már megtehetik. Igazad volt, a győzelmemmel mindent elveszítettem. Mint embert és hadvezért csodállak az erődért és a bátorságodért. Olyan vagy, mint egy tigris, a dzsungel királya. De most csapdába kerültél. Jason az ajtó felé indult. Nincs menekvés, démon. Mondta Temucin. Miért? Nem akarlak megölni. Én sem akarlak megölni. Egy démont nem is lehet. De a testedet, amibe bújtál, keserves kínoknak vethetjük alá. És ezt fogjuk tenni a kínjaid addig fognak tartani, amíg én élek. Mindez semmi ahhoz képest, amit elvesztettem, de legalább valamennyi kárpótlást nyújt majd nekem. Jason az ajtó felé iramodott. A folyosó bejáratánál álló őrök hallották a lábdobogását, és amint közelebb ért, neki szegezték lándzsájukat. Jason egyre gyorsabban szaladt feléjük, és az utolsó pillanatban hanyat vetette magát. A lendülettől tovább csúszott a sima kövezeten, és kirúgta mindkét katona lábát. Azután felpattant, és kiszaladt az udvarra. Kapjátok el! Kiabált a temucin. Jason megdermett, amint észrevette, hogy minden kiáratnál fegyveres őrök állnak. Már a háta mögül is hallotta a lábdobogást. Egyetlen lehetősége maradt, ha sikerül átmásznia a magas kőkerítést. Nekifutásból felszaladta feléig, és elkapta a tetejét. De amint fel akarta húzni magát, valaki elkapta a bokáját. A másik lábával hátrarúgott, és a recsenésből arra következtetett, hogy eltalálta az illető arcát. De mégsem sikerült kiszabadulnia, mert addigra már többen húzták visszafelé. Hozzátok ide! Szólt rájuk Temucin. Ő az enyém. 22. Resparányi figurának látszott az ősikló mellett. Méta 20 GS lassulással vitte a felszín fölé az űrhajót. Úgy érezte, nincs vesztegetni való idő. Mondj el mindent gyorsan! Sürgette Méta, amint az űrhajó ért. Nem sok mondani valóm van. Temuthin megnyerte a háborút, és sorra elfoglalta a városokat. Az itteni emberek nem tudtak ellenállni félelmetes hordájának. Az utolsó csata után ide jöttem, mivel nem szerettem volna, ha a hüvelykújjam valamelyik nomád övét díszítené. De mi történt a piruszon? Teljes pusztulás, mondta szomorúan kerk. A város megsemmisült lakóival együtt. Res nem tudta, mit mondjon. Inkább másra terelte a szót. Jason rádióüzenetet adott le, amelyben azt mondta, hogy mi győztünk, és hamarosan megnyithatjuk a bányákat. De az egész olyan zavarosnak tűnt, hogy alig értettem belőle valamit. Azután megszakadt az összeköttetés. Néhány napja viszont újabb híreket hallottam. Mit hallottál? sürgette Méta. Temucina fővárosban uralkodik. Jasont alaposan megkínozták, és most egy ketrecben lóg a főtéren, míg éhen nem hal. Miért tették ezt vele? Kérdezte Méta. Amióta Jason visszatért a pokol kapujából, démonnak hiszik. És a nomádok szerint a démonokat nem lehet megölni hagyományos fegyverekkel. De ha kiéheztetik, az emberi külső leválik róla, és a démon megjelenik igazi alakjában. Jason már 15 napja van a ketrecben. Oda kell mennünk. Mondta Méta. Ki kell szabadítanunk. Ki fogjuk szabadítani felelte de majd a megfelelő időben. Res, tudsz nekünk szerezni ruhákat és moropokat? Persze. Hányat akartok? Azt hiszem, jobb lesz, ha egyelőre nem rohanjuk le az egész bolygót. Két öltözet elegendő lesz te fogsz elvezetni a városba. Én is veletek megyek. Jelentette ki Méta. Akkor három ruhára lesz szükségünk, bólintott kerk. És induljunk azonnal. Nem tudom, meddig bírhatja egy ember ilyen körülmények között. Minden nap adnak neki egy kancsó vizet, mondta elkerülve Méta tekintetét. Felszerelték a moropokat, és útnak indultak. Eulasair városa egy folyó mellett épült. A közelében sűrű erdő húzódott. Késő délután érkeztek a városba. Res pénzt adott egy fiúnak, hogy vezesse őket a palotához. Rás a kereskedők hagyományos ruháját viselte, Kerk viszont teljes vértezetet öltött magára. Méta egyszerű szövetruhát vett fel, amilyet a helybéli asszonyok hortak. A palota előtti tér ebben az esti órában elég kihaltnak látszott. Egy őrjárat csörtetett végig rajta, a barbárok borostás álla messzire virított a díszes vértezet és sisak alól. Mindegyikükről szakadt a veríték. Nyilvánvalóan nehezen alkalmazkodtak a párás, meleg időjáráshoz. Két magas kőoszlop között kifeszített láncon lógott a ketrec, amelynek alja két méternyire lehetett a földtől. A ketrecet erős vasrudakból készítették, és egyáltalán nem volt ajtaja. Jason Suttogta méta a ketrecben kuporgó alaknak. De az meg sem mozdult, nem lehetett tudni, hogy éle még, vagy már meghalt. Majd én kiszedem onnan. Mondta Kerk, és leugrott moropjáról. Várj, figyelmeztet terhes. Ha megöleted magad, azzal nem segítesz Jasonnek. De Kerk nem hallgatott rá. Túl sok feszültség és gyűlölet halmozódott fel benne az elmúlt napok során. Te Muthin! Kiáltotta told elő a pofád a biztonságos fészkedből. Gyere, te gyáva, nézz a szemembe! A piruszi kerk jött el hozzád. Mász már elő! A hang, a testőr parancsnok, kivont karddal rohant felé, de kerk könnyed mozdulattal félre söpörte. A kapitány végig gurult az úttesten, és nem mozdult többé. Nem lehetett tudni, hogy elájult-e vagy meghalt. Te muchin, te gyáva féreg! Bújj már elő az odútból! A fejedelem kirohant egy kapuajból. Kutyák! Engem mertek háborgatni! Hirtelen félrehúzódtak kardja elől, de a hadur tovább támadott. Túl sokat merészeltek! Sziszek te. te? merészeltél túl sokat. Vágott vissza kerk. Megszekted a törzsi szokások törvényét. Minden oké nélkül megkínosztad az egyik emberem. Ezért most meghalsz, te mucín. A fejedelem kardja felvillant. Eleget beszéltél, pirusi. Megölethetnélek, de magamnak akarom megtartani ezt az örömet. Azóta vágyom erre a pillanatra, mióta először megláttalak. Miattad és Jason barátod miatt veszítettem el mindent. Még semmit sem veszítettél el válaszolt a Kerk. De most elveszíted az életed, mert megöllek. Te olyan erővel csapott le a kardjával, hogy az bárkit kettévágott volna. De Kerk kardja felfogta az ütést azután vadul csépelni kezdték egymást, mellőzve a vívás művészetének minden szépségét. Mozdulataik csupán az ellenfél elpusztítására irányultak. Temuthin kardja hirtelen ketté tört. A hadúr riadtan hátrébb húzódott kerk súlyos csapása elől. Kerk felemelte a kardját, hogy végezzen ellenfelével. Testőrök! Kiáltotta temuchin. Nem adta meg magát ilyen könnyen a halálnak. Kerk felnevetett, és eldobta a kardját. Nem menekülhetsz, te gyáva féreg. A saját kezemmel akarom kiszorítani belőled a lelket. Temuchin rávetette magát a piruszira. Kerk könyök hajlatába fogta a fejedelem nyakát, és Temuchin néhány másodperc múlva a haragon kívül már félelmet is érzett szemei kidüllettek, megpróbálta kerk ujjait lefejteni magáról, de erőfeszítése hiába valónak bizonyult. A piruszi férfi szorítása egyre erősebbé vált. Kétségbeesésében Temuchin az öve titkos rekeszéhez nyúlt. Kerk, vigyáz, kés van nála. Kiáltott tarhes. De már elkésett. Temuchin tövig belevágta Kerk oldalába a tőrét. De a várt siker elmaradt. Kerk tovább szorította a hadúrnyakát, nyakát, míg végül Temuc hintestén néhány rángás futott végig, és a hadúr holtan rogyott össze. Méta azonnal odaszaladt Kerkhez, hogy megnézze a sebét. Hagyd a csudába, mondta a férfi. Nem komoly sérülés. Majd később megnézed. Most szabadítsuk ki Jasont. A testőrök, akik mindvégig figyelemmel kísérték a párviadalt, nem akadályozták meg, hogy Hes kifeszítse a ketrec alját képező deszkákat. Jason erőtlenül végiggurult a földön. Rettentő sovány volt, szemei teljesen beestek. Közel járhatott az éhálálhoz. Meghalt. Kérdezte Méta. Jason erőtlenül felnyitotta a szemét. Ha már erre jártatok, vigyetek el innen. Mondta, majd szeme újra lecsukódott. 23. Jason az űrhajó társalgójában feküdt, miután ellátták sebeit, és tápanyagokat juttattak a szervezetébe. Kerk vele szemben ült, Teca éppen a sebét próbálta bekötözni, de a parancsnok ügyet sem vetett az orvos fáradozására. Most már mond el nekünk, hogy tulajdonképpen mi történt, mert Temucin folyton azt hajtogatta, hogy mindent elveszített. Méta egy vizes ruhával gyengéden megtörölgette Jason homlokát. A férfi rámosolygott, és megsimogatta a karját. Amikor visszatértem az űrhajóra, belebotlottam a könyvtárobotba. Elkezdtünk beszélgetni, és a föld hajdani történelmének tanulmányozása során rábukkantam a megoldásra. A gótok barbárok voltak, és a civilizált római birodalom ellen harcoltak. Sok csatát megvívtak, de a gótok mindig visszavonultak az erdőbe, és megőrizték barbár szokásaikat és hagyományaikat. Később, amikor a római birodalom hanyatlani kezdett, a gótok elfoglalták Rómát. De kénytelenek voltak beilleszkedni a társadalomba, és hamarosan ők is római váltak. hinnal ugyanezt történt sorra leigázta a pusztaság törzseit. Azután nem maradt számára meghódítandó terület, csak a mélyföld, ahol viszont sokkal civilizáltabb népek laktak. Temuchin elfoglalta a mélyföldet, a tisztjeit kinevezte a városok parancsnokává, és ő maga is beköltözött a főváros kormányzói palotájába. Az embereinek gyorsan megtetszett a civilizált élet, és a hadúr akkor döbbent rá, hogy legyőzte a mélyföldet, mégis mindent elveszített megszűnt a nomád életforma, elveszítette az embereit, akik nem akartak többé sátrakban lakni, a pusztaságban harcolni, hanem a városokban szerettek volna, békességben élni. Ezért is gondolta, hogy démon vagyok. Azt hitte, ez varázslat, pedig csupán az egyszerű emberek vágya volt a kényelmesebb, boldogabb élet után. Szegény Temucin suttogta méta. A nagyra vágyása végül a vesztét okozta pedig valójában remek hadvezér volt. Kerk felnyögött, amint Teca az oldalát kötözte. Mindjárt megszakad a szívem. Talán sajnáljátok, hogy megöltem. Szó sincs róla. Mindent elért, amire vágyott, mielőtt meghalt. Ezt nem mindenki mondhatja el magáról. Később, amikor mi a kettesben maradt Jasonnál, a lány megkérdezte. Mit fogsz most csinálni? Alszom egy egész hónapig, és közben mindig csak annyi időre kelek fel, hogy megtöltsem a gyomromat. Nem úgy értettem. Azt szerettem volna tudni, hogy elmész, vagy velünk maradsz. Miért érdekel? Kérdezte a férfi. Mert Méta megpróbálta szavakba foglalni az érzéseit. Ez rendkívül szokatlan volt számára. Amikor veled vagyok, furcsa dolgokról szeretnék beszélni neked. A pirusziak számára a harca a legfontosabb és a legszebb dolog a világon. De amióta megismertelek, tudom, hogy más is létezik, sokkal szebb dolgok. Jason kilenc nyelvet beszélt, most mégsem tudott mit mondani. Inkább elfordult. Nem. Néz rám! Mondta Méta, maga felé fordítva Jason fejét. Amikor azt mondtad, hogy szeretsz, nem is tudtam, mit jelent ez a szó. De azután felismertem magamban is ezt az érzést. Az arcuk egészen közel volt egymáshoz, a lány csillogó szemekkel nézett rá. Szeretlek suttogta. Mindig szeretni foglak. Ne hagyj el soha. Jason egész életében magányos volt, ezért rendkívül zárkózottá vált. Kalandozásai során persze számtalan asszonnyal találkozott, de az egyik jött, a másik ment. Nem fűzte hozzájuk semmiféle mély érzelem. Az idő múlásával mégis egyre jobban érezte, hogy szüksége van valakire. Valakire, akivel megoszthatja a gondolatait, akitől gyengétséget, szeretetet kap. De ezt még önmagának sem merte beismerni. Azt hiszem, hamarosan megnyitjuk a bányákat, és letelepedünk ezen a bolygón. Valamennyi piruszi erre vágyik később városok épülnek mindenütt, megindul a kereskedelem, és az emberek békében élhetnek. Igen, ez nagyszerű lesz. Új világ születik ezen a bolygón. A pirusziak otthonra találnak, és lassan beleolvadnak az itteni társadalomba. Igen, mi pirusziak itt maradunk, de te mit fogsz csinálni? Nem szívesen hagyom el a társaimat, de ha te elmész, én is veled megyek. Nem kell elhagynod őket. Itt akarok maradni. Végül is a törzshöz tartozom, nem? Életem során végig csavarogtam a galaxist. Szeretnék végre otthonra lelni. Velem? Igen, veled. Nem volt szükség a további szavakra. Testük összefonódott, és szenvedélyesen megcsókolták egymást. Történet és felolvasás vége.